Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes dolgot találtam az interneten. Szeretem, amikor valakinek kicsit így elborul az agya, és valami olyat csinál, amit megszokott dolgot kicsit más megvilágításba helyez. Lehet, hogy ti is láttátok, hogy van egy Szilágyi Csenge nevezett színész Csajci, aki eldöntötte, hogy milyen jól szól az, ha egy-egy dal szöveget ő elmond valahogy máshogy, méghozzá versben előadja. És kiválasztott egy verset, és azt szeretné megmutatni ezzel, hogy a teljesen értelmetlen dalszövegek is még jól tudnak szólni versben. És ő felmondott egy verset a YouTube-ra, rengetegen megnézték egyébként. Mármint dalszöveget. Dalszöveget, így van, felmondott versként, és ez megtekinthető a YouTube-on. És azért is érdekes, mert hogy kicsit van egy olyan vonzata is, vagy vonatkozása a dolognak, hogy mi is sokat foglalkozunk magával az előadóval, és a verssel is. De nem mondom meg, hogy ez melyik vers, vagy melyik dalszöveg, meg fogjátok ismerni. Azon gondolkozom, hogy én mit csinálnék meg. Hogy te mit csinálnál meg szívesen? Hogy melyik dalszöveget mondanám így föl. Mi lehet az? Jól kell választani, és szerintem olyat, ami értelmetlennek tűnik dalszövegben, de mégis versben elmondva tudsz neki értelmet adni, és úgy tudsz csinálni, mintha valami nagyon nagy dolgot mondaná. Tehát mintha valami olyat szavalná, hogy úristen, tényleg, tehát mint a József Attila óda, és most annyira el kell mondanod, hogy nagyon el kell mondani. Iminimi. Aha. Szemimi. Például. Juvapcsú. Aminimi. Mondjuk ezt három ember nem tudja elmondani egy formát, egyébként ez nem rossz. Na, ezer hold és némi csillag. Minden csillag. Minden csillag. Mutatom, hogy Csenge mit válaszol, hogy hallgassatok bele, szenzációs a dolog. Jó, már meg. Figyelj. Kocsor Zsolt. Szomorú szamuráj. Inniko, mannanniko. Manana herej. Herej. Mannanno, mannanniko. Ini kohej. Imádom az ilyen beteg dolgokat. Figyel. Imádlak, szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Beteg. Földön. De jó. Égen. Hol volt, hol nem volt. Élt egy szamuráj. Igazi mesemondó nagy király. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Egy mágustól lestem. Festem a testem. Na, ezt nem hiszem. Nyerő az erő, míg az ész felemelő. Ez egy dalszöveg. Agyam alatt az alapizmom, ha dagad, abból fakad minden baj, ha egyszer elapad. Hogy? Apropó. Én nem vagyok naplopó. Tele a markom. Tartom a kardom. Ha jó, ha nem, ha muszáj, hívjatok úgy. Szomorú szamuráj. Gyerekek, jó a vers. Jó, én nem, ahogy előadja, ahogy a szöveg rossz. Szerintem színésznő jó. Jó a színésznő, jó a csendő. Csak harcolj értem. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Mert nem az a vagány, kinek földig ér a lába, és a háta közepén kinőtt a szárny. Mi ez? Vagy fél lábbal, fel lábbal, minden földhányásra, a csomolunk mára. Emlékszem. Na de nem egészen. Volt, amikor legyőztem egy sereget éppen, és a hétfejű sárkányt úgy széttéptem, kifizették rögtön. Készpénzben. Nagyon jó. Emlékszel, hogy ez egy ilyen dalszöveg? Most így, ez egy letisztultam. Szomorú szamuráj. Csak harcolj értem. Mindjárt sír. A szerelem vár, szomorú szamuráj. Földön, égen. Hát gyerekek, hát ez így elmondani egy totálisan értelmetlen dalszöveget egyébként zseniális.
Hát az van, hogy maga a dalszöveg egyébként valójában mennyire... Én nem is emlékeztem, hogy ez ennyire értelmetlen. Az egy végighallgató, és így basszus, így rájössz, hogy a Kozsó mindent összelapátolt, ami az eszébe jut. Tehát, hogy ebben minden van. A hátadon kinövő szárny, a készpénzen kifizetett seregvészállás, minden, igen. Nem lehet, hogy ez versnek indult annak idején. Semmiféle kép. Imádom. Csengét egyébként meg akartuk szólaltatni, azt mondta, hogy ez egyszer csinálta, nem csinált évet, köszönjük szépen. Megértjük. Akar megszólalni, szerettünk volna neki egyébként egy következőt adni, hogy találunk egy jó dalszöveget, tényleg, de valami nagyon-nagyon elborultat, tehát akár egy Akela dalszöveget, egy Tankcsapdát, egy Kaszatibit, egy Krisztályt, szavalja el nekünk. Ezek közül azért némelyiknek van értelme. Na jó, azért az Akela, Hiroshima, atombomba, imádkoznak Esztergomba, azért, de hogy van ez egy Akela szöveg, igen. De hogy persze van jó Akela szöveg. De hogy a Tankcsapdánál azért azt gondolom, hogy ott értelem is. A Lukács, persze, igen. A Lukács ad neki értelmet. Szerintem találnánk olyan fiatal színészt, akivel felránthatnánk valami örökbecsüt. Találjunk egy dal. Nagy klasszikus. Mi legyen a dal? Írjanak nekünk a hallgatók, hogy melyik dalnak állna jól, ha elszavalnák versben, és aztán találunk vagy ismert színészt, vagy kevésbé ismert színészt. Én nagyon szívesen megnézném ezt a Csonkától is egyébként, nagyon szívesen megnézném ezt a Szabó Győzőtől is, a Stoltól is szívesen megnéznék egyet. Ő Csonka Bandival a ding-dinget mondatnám. A sajátját. Bandikám, ez a büntetésed, a sajátot kell most dalban elszavalnod, vagy versben, hogy ezt ránk szabadítottad. Hogy írjatok nekünk, drága hallgatók, olyan jó dalszöveget, amit ismertek, és ami furán, de mégis klasszul szólhat versben, és mi találunk rá egy színészt, hogy ez most ismeretlen, ezt kitaláljuk, aki elszavalja azt a dalszöveget, amire a legtöbb szavazat jött. Bármit írhatok tényleg, ami eszetekbe jut, és ami jó dal. De a szöveg az mondjuk versben is megállná a helyét. Én a Kulkát imádom. És tök jó lenne, hogyha meghallgatnak tőle bármelyik Happy Ganget. Nem tudom, hogy a Kulka rávehető erre. Igen, lopják a Jackie-met. Vigyázz, a Happy Gangben jó vagyok. Hallod. Tehát, hogy érted. Vagy egy jó Csovi Jasper. Csovi Jasper. Úristen, és valami nagyon nagy színésztől, de valami óriási színésztől. Lehet, a Kulka is rávehető egyébként erre. Megkeresük őket, jó? Csak kell egy dalszöveg, amiről ti eldöntitek, hogy oké, legyen ez, kimondjuk, hogy erre nagyon sok jött, és akkor megkeresünk mi színészeket, és valakinek odaadjuk. Aki elvállalja, nyilván van, aki fogja vállalni, van, aki elküld minket, hogy nem, köszöni, ezt nem. A hétvégén majd felmegyünk a hétvégén. Egy jó hip-hop boys például? Az de jó lenne. Mi van még ebben, ragadom, ezt a fejből? Nem tudom, hogy az a ragadom, fekszem már, sikálom a csajt, fekszem a földön, ez az, nem tudom. De mindegy, jó, találunk jót. Jó, írjatok nekünk ötleteket, hogy mit lehetne még elszavalni, és mi keresünk egy színészt, akivel elmondatjuk. Jó. Írd fel a számát a Cserhalminak, vagy a Bodroginak, ha ír, vagy hív minket, Anna. Figyelj, a jó arcok bevállalják egyébként. Vézolik emlékére a Balatot lehetne egyébként elszavaltatni. Ó, az is igen. Igen, írják már nagyon sokan. Jó, már most jönnek az ötletek. Jó, a héten még visszatérünk rá. 10-ig nyugodtan írjatok nekünk értelmetlen, fura, vagy éppen nagyon jól szóló dalszöveget. Mi pedig megtaláljuk a színészt, és kiválasztjuk azt az egy dalt. Berecki Zoli hangokba zárva. Ne, azt nem. Azért tényleg mindennek vardára. Jó? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, csak mondom, hogy ki vezet eddig egyébként a versben, tehát milyen ötletek jönnek. Nagyon jól áll a Well Hello, tehát őket imádják. Aztán nagyon sokan küldték el nekünk a Zsófika a Rágógumi dalát. Azt nem tudtam, gyerekek, hogy ez ennyire bárgyú ez a dal. Az valami fantasztikus. Ti tudtátok, hogy annak miről szól a szövege egyébként? Én annak idején hallottam. Hát ugye... Önkínzásból? Igen, hát mondták, hogy ez az első dala. Kénytelen voltam meg. Az első, és már közben reménykedtél benne, hogy az utolsó. Kis grófolyék állnak még nagyon jól, rengetegen elküldték nekünk, hogy találjunk nekik egy színészt, és őket mondassuk fel, vagy az ő valamelyik dalszövegüket. Azt a Dörner szerintem szívesen felmondom. A Norok, Száj, Kis Grófó és Jolly. Úgyhogy... meg se hallottam. No. Azt mondja, hogy nézem még, hogy ki áll nagyon jól. A Pákulnak az Adide a Didit, azt is egyébként elég sokan küldték. Belga Zsolti a Béka Szabó Győzőnek, ajánlották néhányan Tankcsapdát, küldtek a hallgatóink, és igen, Szóhó Parti, miért nincs nyáron hó, Open Stage, Aranka Szavalva, hát gyerekek, nem, az... minden van. Dögös Robitól a Kaszinó. Dögös Robi? Dögös Robi, igen.
Hogy élhetek így 45 évesen, hogy nem tudom, ki Dögös Robi? Hát... szánalmas alak vagyok, mi? Te szeretet fogadjunk. Dögös Robi. Dögös... ki nem szeretek Dögös Robi? Dögös Robi kaszinó? Keres a Dögös Robi kaszinó. Nem ismerem. Hogy? Hogy bírok még létezni? Én megvan a... Márjám, Dögös Robi kaszinó, tessék. Remélem nem nyúlunk bele valami nagyon durvában. Nem hallgattunk bele. Akkor a következő számot szeretném... Hát de állítva! Hát tudom! Zsuniperikének és a drága terhes szép feleségének, hova gyártok sok tőlem szeretettel, Savali? Hallom. Most már megy. Hey, Feri, elmegyek én, egy dobon várhat egy hát kaszinó. Hát ezt ismered. Na most már igen. Útközben nekbe is álltam te sugázni. Elnyerték a lóvémat ezek a cigányok. Azzal mulattak éjjel a palakocsmába. Állj, mondta a Mártika, hogy tudsz ilyen de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Állj, megmondtam már, jól előre. Állj, kaszinó lesz, se jenek a vége. Állj, Feri, nem hallgattál a terhes feleségedet. Hétsod a szociográma, kérem szépen. Nem olyan jó minőség. Király vagy! Zsamó! Jó szól viszont. Nagyon jó. Na jó, az eleje volt a lényeg. Ismerhet, ő Dögös Robi. Egyébként nagyon sokan elküldték, de Jolly és Kis Grófó mellett Dögös Robi is nagyon sok szavazatot kapott. De hogy ki a szövegeket azért mi is tudnánk írni. Hát én nem gondoltam volna, hogy veled az anyádat is elveszem. 20 évig élt velünk együtt, hogy a sírját verje fel a gaz. Értetem? Amúgy az énekdallal ott is van azért, ott is van azért dráma, bármikor. Mellettem egyébként a Zsófika rágógumia az nagyon elment, és rengetegen küldik ti. Tudtátok, hogy az mi mennyire várjuk? Mit írt? Tessék? Mit írt a Zsófika? Hát, Zsófika, VV? Igen. VV Zsófika. VV Zsófika. VV Zsófi volt. Igen. Hát kicsit az nekem elmaradt az... Hát szégyed magad. Hát most azért tényleg. Mondjuk, tudom, hogy... Tényleg szégyed magad. Figyeld, csak hogy milyen mag... Tudtad, hogy ez ennyire várjuk? Szimbolikus a jelentése, tehát nem teljesen arról szól, amiről énekel, nyilván mindenki érteni fogja. Minden napi rágógumi, add meg nekem, uram, annyi féle ízben kérem, hogy nincs is annyi ujjam. Engem nem érdekel csak az, hogy mekkorára fújjam. Sem csokok és kiköpöm, csak a hajamban ezt úrjam. Lazulj el. Nem hallgattad meg a Revickitől? Hallod? De. Fiam. Nem, ezt nem bírom. Mi ezzel a baj? Ezt nem bírom. Tessék? De mi ezzel a baj? Szeretette ezt, Varvágy. Figyeljetek, a legjobb, felmész egyik a zeneszöveg.hu. Szövegírók, keressük a szövegírót. Igen, de keressük többen. A szövegírót, keressük a kiadót, keressük a dalszerzőt, mindent keresnek. Mindenki, igen, mindenki keresi. Ezt senki nem merte felvállni. És mondom, hogy még egy valaki nagyon vezet, Johnny Goldot is nagyon sokan. A Mellizmon túl. ez a címe a dalnak. Mellizmon túl. Az nagy klasszikus Johnny Goldtól a Mellizmon túl. Nála nem tudja az ember, illetve sejtett, hogy azért van benne egy jó adag irónia is, de hogy én nagyon működik. Abban nincs. Nincs? Szerintem ő azt komolyan csinálja. Na jól van, oké, küldjétek el, jó, adás végén összegezzük a szavazatokat, kiválasztunk egyet, amire tényleg sok jött, és akkor keresünk hozzá egy színészt, aztán felmondatjuk, jó? Behívjuk, felmondatjuk, feltöltjük a YouTube-ra, és meg tudjátok nézni. Jó? Jani, te állat, majdnem megfulladtam tökfőzelék felfőzés közben. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. És itt többen kérik tőlünk, hogy adjuk le. Van még időnk, azon gondolkozom, meghallgathatjuk. Meghallgathatjuk. Belefér. Ez ugye arról szólt, hogy Peti nagyon szellemes módon összefűzte azon magyar településeket, aminek a neve jelent valamit, vagy egy kicsit szexista, vagy egy kicsit a szexről árulkodik, és ő egy történetet kerített a település neve köré, és elindult valahonnan, és eljut valahova úgy, hogy a település neveket pedig hát egy sztoriba foglalta. Peti munkásságának a csúcspontja szerint. Igen.
Az egyik legjobb. Úgyhogy ezt meghallgatjuk, mert nagyon sokan kértétek tőlünk SMS-ben, és közben mondom, hogy lehet jelentkezni Óven bácsira is. Ha valaki játszana, gyorsan dobjon nekünk egy SMS-t. Mi pedig jövünk Peti dala után. Ezelőtt tétől indultam, és Bugyinát Sáriba jutottam. Tökön egy kicsit megpihentünk, Magyarót után Herédre mentünk. Na mi jön most, talált ki, előttünk pornó a páti. Lánycsók után jött a nyalka, siklós, heves, csurgó ajka, és hövelybe majdnem bejutva, hirtelen vatta állt az útba. Majd rum egy kis életet ver beléd, makkos hogyka, majd ver beléd. Éreztem, hogy ő is akarta, de ondódon a szemét eltakarta. Mérgesen pár napig laktam, este sátán tüzet raktam. Jó volt a babodi vacsora este, holnap vár rám majd szeleste. De ha nem vigyázok, és jön egy baki, egy másik út vár a hernád kaki. Drága szerda helyem alpolgármester lettem, pince helyem egy bort csapodra vertem. Alsó vadászon egy jót egyek, galambok, szarvas és nyúlhegyek. És úgy felráznak a kátyús utak, hogy fekete erdőn csurgó húgyak. Jó volna egy csaják, de főleg bacski, a neten pár leány vár és randi. Egy nő tincs már, ha számomat kérte, szexád lesz, ha megyek érte. Tetétlen csak a domát lököd, közben itt van Csécse és Öcsöd. Tessék itt egy virágcsokor, nekem jó lesz nagy szénás vagy bokor. De van egy kis baja, ez a gondja, fertőtt folyás ragálygomba. Jött a tököl, majd a kokad, inkább Verőcére utazom holnap. De írt egy szőke nagy csícsmára, bujákon vár pásztori órára. De útközben egy hívást kaptam, Erzsinek hívják és elmúlt 60. Nem baj, úgyis elindultam már, de Erzsébet helyett Béla vár. És ha valaki a szerző nevét kérdezi, két hely polgár és Péteri. Na 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 na. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A stúdiónk vendége. Nagy tapsot kérünk. Kozsó! Sziasztok! És szerelmek elé. Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk az álmokfutó Kozsó és Kira. A jóképű és a gyönyörű. Na ezt kérdeztem egyébként a Lacitól, a szerkesztőnktől, hogy most akkor a Kozsó és Kira, vagy pedig álmokfutók? Vagy mind a kettő? Ugye egybe. Tehát ugye egybe a kettő? Énekel és rappel, akkor mindent, így van? Igen, mi vagyunk az álmokfutók, de a privát nevünk Kozsó és Kira. Így van, meg most meg nyilván az álmokfutókról is fogunk majd beszélni, de a legfontosabb számunkra most nyilván nem a zenei karriered, hanem az elmúlt időszak, ami mögötted van, és azt gondolom, hogy Magyarországon azért nincs olyan ember, aki ne ismerne téged, nem tudna rólad
valamiféle dolgot, az elmúlt munkásságodról, és amikor meghallottuk a híreket, akkor itt a hallgatók is azt írták, hogy úristen, sose szerettem az Álmokfutókat, de izgulok a fiúért, és gyógyuljon fel. A másik része meg azt írta, hogy imádom a zenéjét, és természetesen ilyen is volt, ezzel most arra célzok, hogy a megosztó személyiség vagy, és ha valaki téged vagy a zenédet nem kedveli, azért akkor is egy ilyen esetben melléd állnak. Akkor pontosítsunk, mert egy csomó olyan fekete folt van ebben a sztoriban, amiről még a mai napig nem tudunk, mi történt. Hát egy agyműtéten esett át, amit ő elvállalt, és igazából egy élő bomba volt a fejébe, és ő mondta személy szerint, hogy ő ezt megcsinálja. De beszéltünk a kirekére, és sokat mondta, gondolkodtunk ezzel. Mikor elmondta, hogy te megcsinálod, és én mondtam, hogy igen, én megcsinálom, én megműtöttem. Ez hogy derült ki, hogy neked ez van? Mert minden oké volt. Nem éreztem semmit. Tökéletes sokat volt. Sokat fájtottad a fejed. Mindig fájt, és igen, és aztán találták, hogy vérzik egy kicsit az agyamban, és akkor... volt az a történet, hogy jó, akkor ezt megcsinálom. Kira azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy ő pedig soha nem akarná magát megcsinálni. Így van? Igen, az egy másik dolog, hogy én nem vállalkoztam volna egy ilyen műtétre, de te erősebb vagy, mint én. Igen, és akartam hinni. És akkor felfedezték az MR-en, hogy van egy ilyen ér malformáció az agyába, ilyen élő bomba. Igazából tud vele élni egy évet, két évet, lehet, hogy soha nem fog elpattanni az ér, de mondta, hogy ő így nem akar élni, mert nem is lehet így élni, hogy úristen, valaki mindig legyen velem, hogy van baj. Tehát a kockázatot nem akartad vállalni. Igen, és akkor nagyon sokan sokat voltunk orvosoknál, meg mindenki megkérdeztük, hogy hova tudunk elmenni, ki tudja ezt megoperálni, és többször mondták, hogy nem, le kell vágni a fejét, meg minden. Igen, vagy megcsinálják az agyad, és mondtam, hogy nagyon közel van a csonthoz, és... Azonnal halál, az azonnal halál, tehát vagy... Na várjál, tehát a műtét folyamatáról beszéltek most, hogy ez ugye egy ilyen nyitott koponyás. Először azt mondták, igen. És aztán addig keresgettem, amíg meg nem találtam egy csodálatos ember, de volt a Hudák. Hudák doktor, ő találta ki ezt az egész mesét, ezt a csodát. Ő szabadalmaztatta ezt az egészet. Elvágták csak a combodról, és azon keresztül hátulról megpróbálták. Ágyéki éren műtötték meg. Hihetetlen dolgok. Ezt a tincs miatt nem akartad a koponyás műtétet? Az, hogy valljuk be, hogy igen. És sikerült, és képzeltek, hogy először mondtam, hogy akkor sziasztok, jó reggelt, köszönök szépen mindent, és kicsit elhoztam sírni. Ez már műtét után. Igen, utána ez elment a 7 óra, és utána fél órán belül újból elkezd vérezgedni a szem, igen. És a föld, és az erő. Elfattant egy ír az agyával. 160, 180, 200, újból megcsinálták, újból, csak mondták, hogy most viszont le van bénulva. Igen, mert a vér az így nagyon elterjedt az agyába, és mondták, hogy jobboldali bénulás van, és ugye amikor így felébred, és amikor így telnek a napok, lehet látni, hogy most igazából milyen területeket roncsolt. De a doktor úr elmondta, hogy ez egy súlyos műtét, és esetleg adott esetben lehetnek következményei is. Igen, és mondta, hogy ő megtesz mindent, ő amit tud, az 90%, de a maradék 10 az a jóisten, és a szerencsén múlva az egész. És a jóisten. Kómába is kerültél? Igen. Hát amikor ott nem került mondják, kómába. Akkor így mondják. Viszont részleges amnéziája van még mindig, hát látod, nem igen, nem emlékszel, hogy kómába volt. Ezt mondták, hogy nem is fog emlékezni sok dologra. Nekem igen, de neki nem. Jó, Kira mindent tud. Kira mindent tud. Örülök, hogy most már tudtok erről így beszélni, és nem is akarlak visszarángatni, de még egy pillanat, amikor magadnál vagy, és tudod, és érzed, hogy nem mozdul meg semmit, akkor mire gondolsz? Az milyen érzés? Nem tudom, mert mindent csinálok. Egyébként csak a szavakkal voltak az elején még problémák, gondolok, hogy miről beszélek. Mindent látok, mi a kutya, a macska, a falak, az autó, hogy hova megyek, és mit eszek, merre futok, mit zenélek éppen. Várni tudom, elmondom. Tehát, hogyha ez van, nem rögtön más mondanak, kire lát, édes vagy egyébként. Tehát én rögtön érzem magamban, hogy tökéletesen mindegy. De vannak bizonyos szavak, amikor még mint az életen keresztül gyereknőttől meg kell tanulnom, tudod? És ez volt a furcsa nekem, hogy te jóság, és nem is tudom még elmondani ezt a mondatot. És hogy agyban képest, megvagy, tehát tudod, mit akarsz mondani. Mindentől is pontosan így van. És nem tudod elmondani. Igen, és azt mondták, ez lehetetlen. Másik több év lesz. Ahhoz képest, Kózsó, neked a belső három hónapok után, mert egyszerűen te énekelsz, te már leülsz és zongorázol, te gitarázol, te eljössz és bulizol, te festegezel, te mindent megcsinálsz, egy ilyen csoda, ez nekem hihetetlen. Hogy volt a felállás? Azt mondtad, hogy egy ilyen szerkezetet raktak rád, amire azt mondták, hogy majd egy év múlva már lehet járni. És te meg három nap után ezt letépted magadról, és elkezdtél menni. Igen, meg is próbáltuk. Hát gyógytornászok segítettek neki, és folyamatosan masszírozták, hogy az izmait, hogy ne álljon be, meg minden, és akkor így emelgették, ilyen gyakorlatokat végeztek rajta. És akkor volt egy ilyen szerkezet, ahol így
állt, hogy állnia kellett nagyon sokat, hogy a gerincei megszokja a testet, aha, meg hogy ő is érezze, hogy mennyire tud eldőlni, vagy nem tud eldőlni. És akkor az nagyon sokat segített ilyen állóképesség. Hát igen, mert nem tudom, hogy a legfontosabb mondat, amikor azt mondod, hogy mi minden van bennem, mi minden van bennem. És akkor tudok arról beszélni az érzésekről, a lélekről, azokról a csodákról, amik az emberek élnek, a szerelmekről, az ölelésekről. A ez már régi kozsó. Ez egy mese. És így van, működik minden, mert pontosan, mert ez egy nagyon fontos dolog, az emberek érzékei. Hú, de az borzasztó érzés lehetett, amikor ugye válasz önként egy műtétet azért, hogy egy kockázatot az életedben elkerüljél, hogy hosszú távon tudjatok együtt tervezni, hogy adott esetben tényleg egy igazi családot tudjatok teremteni, válasz ezért egy műtétet, és utána bekövetkezik a legrosszabb, amitől tarthattál, amire egyébként figyelmeztettek, de hirtelen kiderül, hogy picit olyan fura módon magadnak okoztad ezt az egészet. Mert azt mondod, hogy igazából a fejfájáson kívül semmi nem volt. Igen, a fejfájásnak az oka, az meg az is lehetett, hogy nem utal az artiszium. De végülis az a fontos történet, és nagyon megdöbbentő, hogy bárkivel ez történt. Vagy egy év, vagy 10 év, vagy 100. Tehát igazán ez a zseni. És nekem hál' Istennek döntöttem, hogy akkor megpróbálom. És akkor legalább sikerült, és elintem, meghíztam, tudod, tehát 120-tól most vagyok 86, tehát ez 40 kiló, az így komoly történet, úgyhogy itt vagyok, és most, hogy itt vagyok, belőttek, beszélgetek, és az emberekkel, ti a hölgyekkel természetesen ez hihetetlen jó érzés. Na de elrohanjuk ennyire előre, mert azért volt még közben is egy-két dolog, amiről olvastunk egy újságból, például ez az amerikás történet, amikor ugye kimentetek Amerikába még, azt hiszem, hogy az is a rehabilitációhoz tartozott, valamilyen tevékenység miatt, vagy részben azért gondolom, hogy nyugtatok legyen az újságírótól, meg mondjuk a sajtónak az aklatásától, és ott volt egy autóbaleset, amiben belekeveredtél, ami szintén akár halálos kimenetel is lehetett volna. Tört, rendesen. Nem de gerinctörés? A gerinc, a lumbar gerinc, és abból is az L4. Aha, ezt én most nem értem. Én az L3-ra tippeltem volna, igen. De hogy... Ja, a lenti alsó rész. Igen, mentetek valahova autóval, és belétek rohant valaki? Így történt az eset? Igen, de inkább nem is akartunk beszélni, mert ez megrázó volt. Aha, tehát ez csak megírták az Amerikákon, amerikai keresztül emberekkel, ez komoly. Aha. Tehát ez így. Nem gondolkodtál el ebben a pillanatban, hogy mit csinálok rosszul? Hogy már másodjára mindjárt meghalok? Én egyedül ebben maradtam, csak egyedül, úgyhogy ez a nagy dolog, hogy nekem itt is, tehát az Istenen és az angyolok keresztül, ez egy igazi csoda. Aha. Hogy ez mégis szerintem ő halhatatlan. Igen, tehát ez az igazi. Na. Igen, de már unod a teszteket azért, nem? Igen. A halhatatlanságot kezdte is. Mert azt szokták mondani, hogyha kapsz egy ilyen jelet, akkor az elgondolkozó, hogy basszus, valamit rosszul csinálok. De nem én csináltam. Tehát én akkor is szerencsétlen. Tehát kettő különböző. Ez mondjuk tök jó, ez a fajta életfilozófia, ha belegondoltok. Nem azt mondod, hogy én hibáztam, hanem valamibe belekezdtem. Kerültem, amiben ugyan majdnem ott maradt a igen, fogam, és ott de voltam hála is, Istennek, amikor tényleg 3-4 óra múlva magamhoz tértem, ugye észrevettek mindent, benne, amikor eltört a gerincem, akkor is már hívtam Kirán, hogy szia drága, mi van veled, én vagyok, itt vagyok, minden működik, és ez itt tökéletes, miközben azért óriási problémák voltak. Jöttek, amikor rendőrök jöttek, besegíteni, felhúzni, összepakolni, bekötölni, félelmetes volt. Nagyon, én itt voltam. Nagyon-nagyon komoly. Kira szerepe mennyi a dologban, és Kira most nem szólalhat meg 2 percig. Azért akarod feleségül venni? Kira megmentett, és az a legfontosabb, a találkozásunkból és a szerelmünkből megmentett engem, és utána természetesen a Hudák doktor, ők ketten is, ez, plusz az a munkatársak, és ez csoda nekem. Nekem ez számít, hogy ez létezik még mindig. Hogy kitartott. Hogy kitartott az állulésben, a csókolásban, a koncertekben. Á, most képzeld, de mit kapott volna, a beteg ágyadon ott hagy. Nyilván. Nagy köszönj egyébként, de tényleg igaz, hogy bajban ismerszik meg az ember. Igen. Tehát, hogy az, hogy ki az igazi társ az életben, az akkor válik el, tudod, amikor... Tudod, hogy ez a legfontosabb, hogy 1 hónap, 2 hónap, 3 napot tarts ki, mert nem tudom, nehéz egy kicsit azért. Kira is mondja, hogy igen, sok ez neki, kicsit túl van dorom. Még nem járt le a 2 perc. Nyugodtan mondjad, kérem, mondjad. Hogy eleinte még nehezebb is volt, mert hogy így nem lehetett érteni, hogy mit mond. Hogy így ilyen találós kérdés volt, nagyon, nagyon rossz volt, és akkor ugye a logopédus is nagyon sokat segített neki, hogy ugyanúgy tudjon újra beszélni. Mert hát, hogy ez meg kárdés jelen, de tártó jelen a rindasztó. És ez mi? Most mi ilyen komikus? Ez az eredeti szöveg a Szomorú Szamurájnak, amit egyébként még nem értünk. Igen, ezt én meg az. Tényleg, ez most mi volt? Ez egy még különlegesebb szó világon. Ha kevesen beszélik ezt, akár csak az indiánok például,
De cserébe... De most nehogy azt mondod, hogy megvilágosodtál ez alatt az idő alatt. Tényleg? Nem, eszperantista lett. Egyébként azt akartam mondani, csak nem mertem mondani. De igen, mert a saját lányom is, ő ott egyetemen is tanított, és így... Muhárdi, ahhoz imenti így a tárkodi... Vele tudtál egyedül beszélni? Ő ezt értette? Igen, azonnal. De kemény. És miközben már... még a magyart is kell merni, mit mondok én. Aha. És az angol is ugyanúgy, hogy egyből angol jött vissza, mert azt mondták az orvosok is, hogy a nyelvek közik így rakodnak le. Mint a filme, hogy miért és amit utoljára tanult, az jön vissza. Aha. Tehát az utoljára tanult nyelv jön vissza először, és amit ugye legelőször tanultál a magyart gyerekkorodban, az a legvégén. Aha. Koncerten mi a helyzet? Fú, örülünk egyébként. Örület van. Vadonatúj dalok, természetesen őrületes muzsikák, hiszen mellette lounge-okat is csinálok meg chilleket, amikor az egész világban emberek szeretnék meghallgatni. Aha. És sikeres, hál' Istennek meghívás. Most is voltunk Romániában, onnan és onnan, tehát Romániáig, Amerikáig és Franciaországon keresztül körbe mindenhol is. Aha. Nekünk jó. De hogy amikor fölmész a színpadra, és hát a kommunikáció bár nagyon szépen fejlődsz, de azért még nem olyan, mint a régi Kozsó, tehát nem az... Azt nem tudom, csak próbálok kevesebbet sírni. Egyébként mindent csinálok, nekem ez a lelkem vagyok, mint egy gyerek. Hi baby, itt vagyok, természetesen. Persze. Ez a része az megy. Egyébként azért is nem akartad vállalni az interjút, azt mondtad, mert hogy elsírod majd magad. Igen, azzal mi a baj, hogyha egy férfi sír? Szerintem semmi. Igaz, egyébként. Nem? Hát igen, amint túl vagy, azon bárki elsírná magát. Gyerekek, szerintem... Hát amikor elmentem, és Szegeden voltunk, és először megmutattam az embereknek, a kicsiknek, a nagyoknak, az anyukáknak, az apukáknak, a hölgyeknek, az uroknak, és aztán érzem, hogy a szívem így túl bedurrant, akkor jöttem, sírogtam. Aha. Úgyhogy ez a kemény dolog, de utána próbáltam kitartani magam természetesen, de ez egy fontos dolog, mert az élet az egyszerű, fontos. Tehát amikor azt mondja, hogy a világ kicsi, de tulajdonképpen az ölelés, a szerelem és a hit, az a legfontosabb dolog az egészben. Ez valami, vagy egy Teréz anya önéletrajzi regényében. Most olvasni. Már jönnek vissza ezek a kozsós történetek, de nyilván most viccelek, mert hogyha valaki ilyen dolgokon van túl, mint te, akkor rögtön minden régi dolog azért időzőjelessé válik, és hát azért tényleg nagyon komoly dolgokon vagy. Keresztül mi volt az a pillanat, amikor mondjuk a legmélyebben voltál, amikor tényleg annyira jött elő ez a sírás inger, hogy egyszerűen megállíthatatlan volt, amikor mondjuk a Shy Guys újra alakult, vagy ilyesmi. Hát ez egy gusztustos dolog, mert az összes dal az enyém, én írtam. Igen? A szöveket, hát de figyelj, én írtam de ilyenkor a dalokat, azért neked gusztustalan. Ami most megy Magyarországon, ez a csicske emberke megcsinálja ezt a szívetést úgy, hogy én írom a dalokat, én írtam ki a szavakat. Várj, most hol van a szeretet? Igazad van, nem csak nekem ez nagyon megdöbbent, hogy ilyen megy Magyarországon, ilyet megmennek csinálni. Kimondtad a bűvös szót? A szeretetet, mi? Már megint. Nem na, a Magyarország. Ja. Nagyon sokan kívánnak neked jó egészséget, SMS-ben jó, is. Egy csomóan volt, aki látott téged egy benzinkúton is, azt mondta, hogy tök jól nézel ki. Köszönöm. Igen, emberek állítanak itt vagyunk meg. Veletek, és ilyen aranyosok vagytok ti, hogy eljöttünk ide hozzátok, hogy megnyomtad a tit. Igen, nagyon sokan megállítanak, és ugyanúgy a koncerteken is, hogy nézik, hogy tényleg te vagy, és úristen, és lehetetlen. Nagyon sokan betámadtak, hogy például a szegedi koncerten is, hogy nem biztos, hogy ő fog jönni, hogy biztos kerestünk. Ja. Igen, az volt belőle egy kis botrány, ugye, hogy mész, nem mész, aztán természetesen mész. Olyannyira dolgozol, hogy új szomorú szamuráj van, ezt minden, most meghallgatjuk, persze. Jó? Nem is és akkor utána még jönünk vissza. Köszönöm szépen, és nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy ilyen aranyos esetben. Sosem így beszéltetek, mindig sokkal normálisak vagytok, csúcsemberes vagytok, és köszönöm szépen. Nincs itt a Balázs, így könnyebb nekünk. Nem, természetesen, hogy itt lenne. Mindig és ugyanezt gondolná. Ugyanígy együtt éreztünk veled akkor is, amikor hárma voltunk, mint hogy most, amikor ketten. Na és ebben a dalban már Kira énekel, ugye ő újra énekelte, újra megcsináltuk az egészet, vagy megcsináltátok, úgyhogy meghallgatjuk. Most akkor mi van, az új dal lesz? Nem, a szomorú szamurán legyen már Zsül. Légy szíves. De a másik az egy másik csoda. Az egy másik csoda, de most ezt hallgatjuk meg. Tessék! Na ere.
Amely a nagy klasszikus, aha, gyerekek. Ilyenek. Jobb, mint újkorában. Há, köszönjük szépen. Azért érdekes a dolog, azért hallgattuk meg, mert ugye nem csak Kira új benne, tehát hogy az ének rész, hanem a te részed is új, és ezt már ugye a betegség, a műtét, a gyakorlatilag a két ilyen szörnyű tragédia után csináltad meg. Amikor énekelsz, vagy amikor rappelsz, akkor megy az agyad, a működsz? Nekem fölfoghatatlan, hogy miért, de igen. Álltunk, és miközben még sok szót nem is tudtam beszélni, amikor énekeltem, vagy rappeltem, akkor minden sort, minden szót, minden vonalat, minden félelmetes. De amikor utána el akartam mondani, hogy akkor kajálunk valamit, valakit, az már nem ment. Érted? Megdöbbentett egy csodán. A dokik is ezt magyaráztak nekünk, hogy a zeneterápia, ami nagyon sokat segít a beszédben, és az a házi feladat neki igazából, hogy folyamatosan, hogyha valamit akar mondani, akkor énekelve mondja. Hogy ne mondja úgy, ahogy rendesen beszélget az ember. Kira, kérek egy pohár olyan dolog is, nekem nagyon nem meglepő. Merizssel, ha nem tört krumplival, hoz, légy szíves! És az, hogy nagyon gyorsan beszél, hogy itt is vannak problémák, hogy gyorsan hadar. Ez a gyors beszédni, hogy összeadnak a szavak. Jó, hát majd javul az, nincs az a bízom semmi baj, gyerekek, egy ilyen után, ez szerintem teljesen természetes, az meg valószínűleg ilyen félig orvosi csoda, meg a te hited, meg az erődnek a következménye, ugye egy idő alatt ideig eljutottál. Hogy most is ugye koncertoltunk, három koncertünk volt most az elmúlt három napban, és képzeld, hogy jöttek oda emberek, csak, és azt mondták, hogy hát az kemény volt. Hát gondolom, persze. És mondták, hogy fölfekvotott, tehát elképzelhetetlen ez az egész, hogy ők amikor megmondták, amikor tegnap tudod, hogy sírt és öltek, hogy hihetetlen, igen, ők. Értünk, hogy minden hogy tényleg te vagy, és találkozunk, miközben 8 hónapot még nem is láttunk téged, meg 10 évesen, meg 20 éve, de most megéreztük, és most itt volt te is. Hihetetlen, tehát ez nekem megható ez a dolog. Na és mi a terv? Megyünk tovább csinálni a zenéket, koncertezni. Persze, csak vadonatdalokkal megint. Természetesen, amik még sosem mutattunk meg, olyanok is lesznek, remélem itt is rajtatok is. Megyünk egyszer. Balatonra, ott lesz igen, a Siófoki nagy retro. Akkor Ausztriába is megyünk, amelyfele csak tudjuk minden meghívás. Ahol meghívnak, oda megyünk. Mindenhol, mert ez neked most valóra. Gyógyszer, de mert egy ilyen után azért én biztos kicsit többet pihennék, meg gondolkoznék. Ugye aranyos vagy, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, valóban. Az van, hogy nekem kéne kicsit relaxozni, tudod, mert annyi mindent kéne pörögni, és akkor érzed, hogy megint összeomlik a lelkem. És akkor jobban bedob a szíved, és akkor relax, kicsit kikapcsolok, próbálok koncentrálni arra, hogy akkor most élvezzük, hogy milyen a fű, vagy a madarak, vagy a levegő, vagy az ölelés, vagy csak a nép a csend, amikor a zenét hallgatod, és akkor a zenéken össze lélegzed ezt az egészet. Azt jó, de az a szívdobogás, amit ilyenkor kapsz, az egy pozitív szívdobogás, mert mégis sikerekről beszélünk, és nem pedig arról, hogy halálfélelemért dobog a szíved. Igen, nem? Nagyon aranyos vagy, komolyan nagyon meg vagyok hatódva most, hogy figyelj, én azt mondom egyébként most az első benyomásom az veled kapcsolatban, hogy előnyödre változtál, tehát hogy a személyiséged most igen. Én pont mondtam Ferének egyébként, hogy én az életben nem láttam még például a szemedet, pedig 96-97 környéke óta ismerlek, de mondom, ma már például láttam a szemeidet, meg hát tényleg hiteles az, amit mondasz, meg amit végigcsináltál, végigcsináltatok, igen, azért az nem egy egyszerű történet. El akarok mesélni mindenkinek, tehát én leültetek embereket, és el fogom mondani mindenkinek. Igen, olyan sok levelet kapunk például. Hogy mi melyik orvosnál voltunk, hogy ki műtött, hol műtöttek, mert hogy nagyon sok ember ezzel küszködik, hogy így, hogy melyik orvoshoz forduljon, hogy meséljek dolgokat el, igen, hogy éltük át, meg hogy kihez jártunk a rehabilitációra. Uh-huh. Hát nyilván most segítséget kérnek tőletek, azok, akik ugyanebben a dologban igen, vannak. Igen. Néhány SMS-sel búcsúztatunk benneteket, ez király volt, egy pár percre felevelnettek a 90-es évek, hajrá Kozsó. 35 éves férfi létemre kezem lábam jár, és megkönnyeztem ezt a zenét és ezt a sztorit. Milyen emlékeket hoz vissza még így is. De csodálatosok, látod. Kitartást a szamurájnak, Kozsó, jó újra hallani. Kiskunlacházán voltál annó diszkóban fellépni, és ez újra nyit, úgyhogy várnak szeretettel. Köszönjük mindenkinek, köszönjük mindent. Sok sikert neked, Kozsó, mi felnémeti gyerekek a mai napig. Aztán ennyi, meg a benzin utas, és egy nagyon-nagyon sokan még megírják, hogy köszönik szépen, mert nekik is erőt adtál. Milyen szépen beszélsz te is. És hát figyelj, megérdemled. Szép gondolatokat. Kozsó, és Kira, köszönjük szépen nektek, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a meghívást. És akkor a nyáron sok bulit kívánunk mindenkinek, jó? És mérni fel gyógyulást maximumra. Jó. Köszönjük mindenkinek, szépen. Köszönjük.
Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. És az egyik hallgatónk elküldött egy érdekes képet, méghozzá egy... Egészségedre. Ez mi volt? A mikrofonálmány öntudatra ébredt, bocs. Húzd hozzá se nyúltam. De hát figyelj, de Ed... Ilyen hangot ad a mikrofonálványod. Igen, megindult az arcom felé. Ez egy intelligens mikrofonálmány. Na. Sorry. Most jó? Aha, most jó. Rohadt. Na, ez szörnyű hang volt, olyan volt, mint a hasadba jött volna. Szörnyű volt. Igen, úgy látszik, romlott volt az a tiramisszú. Nem kellett volna a sodóból még egyszer enni, mi? Szóval kaptunk egy e-mailt, amiben látható egy rádióstúdió. És a rádióstúdió az abszolút rendben van, viszont érdekes a dolog, mert hogy ott ül két faszi, akik rádióműsort készítenek, és van ennek a rádióműsor, ez egy reggeli rádióműsor, aha, és van ennek a rádióműsornak egy logója, egy kis arcocskája, ami a Morning Show-nak egy az egybe a napocskája fülhallgatóval. A mi logónk. A mi logónk. Az így ő logójuk, a mi logónk. Sárga, fekete. Sárga, zenét hallgat, mosolyog, egy az egybe a mosolygós Morning Show-s jelet, azt ők levették. Nem de nem mondod. Is változtattak rajta semmit, hanem ugyanúgy föltettek rá egy fülest, és úgy egy az egybe átmásolták. Mondod, hogy már a témáink után a logunkat is lopják. De ez nem egy... ez nem egy magyar rádió műsor, ez a rádió egyébként Belize-ben van. Hmm. Hogy tetszik mondani? Belize. Közép-Amerika. Aha. Egy hely, ahova soha nem jutsz el. Sose lehet tudni, csak forgattok ott egyszer valamit. Egy hely, ahova nem fogsz el. De nagyon vágyok oda. Igen. Belize-ben van ez a hely, és egy az egyben gyerekek lenyúlták a logónkat. És a neve a műsornak az más legalább? Mm. Vagy az is? Nem tudom, mi a neve. Uh-huh. Morning Show a neve? Mutasd? Nem mondod. Mert ott van a napocska alatt, a jobb sarokban a napocska alatt. Az ott de mi? A Morning Show feliratot is lenyúlták. Tehát a feliratot, a fülest, a napocskát, mindent úgy, ahogy van. A Morning Show ugyanazokkal a betűkkel, ugyanaz a betűtípus, ugyanúgy mosolyog a napocska, és egy füles van rajta. Olyan. És Morning Show-nak hívják a műsor. Az eszem meg a Balázs Feri jönni a három műsorvezető. Egy Ferihez hasonló forma ülott egyébként. Így. Igen. Csak Belize Feri. Belize Feri. Csak a technikus megvan. Nem Zsül, hanem Juan. Igen. És... arcátlanul, szemtelen módon ők lenyomták. Sugar City Morning Show, ez a nevük egyébként. Lenyúlták Sugar City a logunkat és a műsor nevét. Na most megnéztem, hogy ők egyébként, ezt egy hallgatón küldtem, mióta működnek, és ez egy éves műsor körülbelül, vagy másfél éves. Hm. Akkor... Tehát előbb voltunk. Az eszem megáll. Figyelni, nem lehet az, hogy egy egykori kollégánk, aki nagy délrel durral távozott, mondjuk én a csatornától, létrehozta a konkurenciánkat Belize-ben. Tehát Belize-ig menekült innen. Elvitt mindent, ami... Elvitte a Knopfhoft. Ami megy. A Knopfhoft. A Knopfhoft elvitte tőlünk. Mert ez az. Hogy innen elment, igen. Elvitte a Knopfhoft. Tehát egy régi kolléga, aki fölmondott, és elment akár, így van, Belize-ig meg se állt, és ott azt mondta, hogy gyerekek, ez most már elég messze van a föld másik oldala, gyakorlatilag miért ne csinálhatnám meg? Ez van Knopfhoft, azt hagy menjen. Laci, megvan a Jenő száma? De tényleg komolyan mondom, hát sok mindent gondoltam a Jenőről, de azt, hogy ezt megcsinálja, hallott. Hogy eladja, elviszi a logónkat és értékesíti nemzetközi rádiós piacon, hát azért most ezt komolyan mondom. Most be véletlen, hogy. Azért ezt komolyan mondom, tehát ezt kikérjük magunknak. Támadjuk meg őket. Igen. Ez a minimum. Üzenjünk nekik adat. Figyelj, mekkora ország Belize? Picike. Keresem nem túl már, nagy. Nem nagy. Én picike. Azt mondja, hogy már keresem is, azt mondja, hogy... Nagyon pici. Figyeljetek, olyan 318 ezer fő. Hát az. Dolgozik ott, és nagyon szeretik a reggeli műsornak a különböző rovatait, és ott dübörög például a MCDC, Kassatibi. Fekete-fehér, igen, nem. Igen. Van egy helyi pákoljuk, és van egy helyi polgárpetiük, és írogat. Figyeljetek, alkotmányos monarchia, második Erzsébet királynő az államfő, ott és is. Tényleg nem túl nagy, ott is, igen, ez egy egykori brit gyarmat, és azt mondja, hogy diplomáciai kapcsolatban. Figyeljetek, Magyarországnak jelenleg nincs nagyköveti akkreditálása Belize-be. Aha, akkor le kell rohanni. Uh-huh.
Akkor háború? Szerintem. Akkor harc? Mi van, írunk nekik egy levelet? Csak kíváncsiságból, hogy reagálnak-e? Dear Morning Show. És aláírás Morning Dear Show. Dear Belize. Dear Belize, Dear Morning Show. Megírjuk nekik, hogy ez a lopásnak is egy sokkal Morning Show arctalanabb formája, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Ezt most komolyan írjuk meg. Becsatoljuk a mi logónkat, és megnézzük, hogy mit lépnek rá. Csak csupán kíváncsiságból egyébként egyben hadüzenetet is megfogalmazunk, hogy ha és amennyiben a logót nem változtatják meg, akkor országunk egy mindent elsöprő támadást indít a beliziek ellen. És egyben hadat is üzenünk nekik. Figyelj, ott jó idő van Belize-ben. Persze. Kell egy ilyen télen lesz hova menni. Nem? Uh-huh. Ott is forint, itt is forint. De ők hogy találták meg ezt a logót? Tehát, hogy kutattak, megnézték, hogy van-e Morning Show, beütötték a Google, hogy Morning Show, kijött a mi oldalunk, megnézték a logót, és aztán, hogy jó, messze van Európa, csináljunk akkor egy hasonlót, vagy apasolót, egy ugyanolyat. Hát lehet, hogy ők is úgy voltak vele, hogy elkezdik sorolni ezeket az országokat, amikről még hallottak, és akkor nézzük, ki maradt. Magyarország. Nyújjuk le az ő Morning Show, nyújjuk le az ő reggeli műsoroknál, melyik a legnépszerűbb? Igen, jó, akkor nyújjuk le az ő logójukat, a kutya nem fogja rajtunk keresni. De egy hallgatón kiszúrta, és elküldte nekünk. Az ő műsoruk egyébként nem annyira régi, tehát egy éve vagy másfél éve léteznek ők, mint Morning Show, ugyanezzel a névvel és ugyanezzel a logóval. De nem egy régi műsorról van szó. Kirajzolta a mi logónkat. A rádió azt hiszem 2013 óta van. A kinti? Igen. Aha. Tehát maga a rádió is 2013. A rádió, de egy éve van a műsor. Tehát ugye megkérdőjelezhetetlen, hogy a miénk az elő, az a korábbi. Hibátlanul látott, Feri. Ki az, aki csinálta? Matematikai számítás után ez egy elképesztő következtetés. Nem lehetett hozni vele. Tehát nem tudok az érveid ellen érveket felvonultatni. Nem marad bedömetlen luk az érvelésben. Benetes, hogyha a 2013 óta van a műsor, a mi műsorunk előbb volt. Ez, ugye? Ezt kell leírni a levélbe. Hogy a miénk előbb volt. Kiszámoltuk. Nagyon nehezen, de megvan. És a mi műsorvezetőnk megállapította, hogy előbb volt a mi műsorunk. Így van. A másik két műsorvezető pedig ezt alátámasztja. A biztosítékot csatoltuk. 2015 minusz 2013 egyenlő 2. Így van. Tehát felállt az egyenlet, vagyis előbb létezett a mi műsorunk. A mattekkal vitatkozatok, köcsögök. Akartok-e háborúba keveredni az országunkkal, vagy pedig egy kapituláltok, beismeritek, hogy loptatok, és azonnal megváltoztatjátok a logótokat. Vagy fizettek. Én azt mondom, hogy lenne esélyünk. Pénz. Hát ne menjünk el emellett. Rohanjuk le őket. Kiket? Mit? A sokba kerül, háborúskodni sokba kerül. Zsaroljuk meg őket, és adjuk meg egy bankszámlát. Nem, időbe kerül háborúskodni. Tessék? Nem, hát érted, mert idő kell hozzá, még a Dunai Flotilla maradványai leúsznak egészen a Fekete-tengeri deltáig, akkor ugyan, jó, és akkor valahogy átcsekkolunk a földközi tengerbe, onnan ki a óceánra, áthajózunk és lerohanjuk őket, nem számítanak rá. 2,5 év múlva ott vagyunk. Hallod? Szerinted csináljuk. Várjuk meg, amíg még megszerelik azt az egy Grippent. Tehát küldjünk fotókat a magyar Grippenekről. Így van. Küldjünk fotókat a Dunai Flottáról. Csináljunk egy fotót magunkról, hármunkról fegyverben. Ezt küldjük el nekik, hogy vagy fizetnek, vagy találkoznak a seregeinkkel. Ennyi. Egy Grippennel, a Dunai Flottával és velünk? Néhány, küldjük el néhány információt a győztes csatáinkról. Nem sok volt. Igen, vissza kell nyúlnunk még egészen hunyadék, de... Igen, az elmúlt 500 évből azért sok mindent nem tudunk felsorolni. Valahogy mindig a rossz oldalon álltunk, de... Úgy akartok járni, mint a terek? Nándorfehérvárnál? A bides terek? Így van, hát egészen 1456-ig kell mennünk. Még Mátyás azért büszkélkedett, utána már szerencsétlen csillagzata. Azt akarjátok, hogy Belize legyen a következő Rigó mező? És egyben szemtelenül a levél végére csatoljunk egy bankszámlaszámot. Miből élnek a beliziek? Mit csinálnak? Nézzem már utána. Lopásból! Ha látod! Azt látom, hogy cukrot és banánt termesztenek. Egy évre biztosítják a gyermekeik banántermését. Küldenek nekünk 6 tonna banánt. Nekem cukrot. Hát Janinak meg cukrot. Neked 4,5 tonna kristálycukrot. Így van, 2 évre. Vagy pedig ott termesztik, most nézem, a mahagóni fát is. Aha. Az drága. Akkor én meg vagyok. Így van. Én meg vagyok. Akkor megvan belőle. Én küldök egy képet a házról, és azt mondom, hogy 4 tonna mahagóni fa, meg egy burkoló tőletek. Jó. Megcsináljátok a házat mahagóni fából. Nekem ez szimpatikus. Te megkapod a cukrot, így Feri van. Megkapja a banánt. És lesz egy saját, mondjuk egy 12,5 méter magas
Mahagóni Sebestyén Balázs szobra Dél-Budapestnek! Amit fel is avatok. Egyedül leszek az avatáson, lerántom róla. Hallod? Nagyon örülök neki, csinálok egy-két fotót, majd na, megeszem a pogácsát és a langyos ásványvizet, ami van az ilyen avatásokon. Mahagóni, banánt és cukrot. Akkor szerezzük meg a Belizi Rádió elérhetőségét. Igen. És térdeltessük le őket. Menjen az e-mail. Menjen az e-mail. Jó. Mit írunk bele? De tényleg? Fegyverbe szólítjuk őket? Hát szerintem igen. Igen. Szerintem egy hadüzenet. Mondjuk hivatalos képviseletünk nincsen ott. Majd elküldjük a briteken keresztül, elküldjük. Mert ők kapcsolatban vannak velük. Jó? Jó. És még az internetes oldalukat is azért megtámadhatnánk. A Zsüliért az ilyen cyber dolgokhoz. Így van. Kicsit megtrollkodjuk az oldalukat. Ha bemész ott, nagyon akkor a miénk jön föl. Nagyon jó ötlet. Figyelj, azt is megcsináltuk, hogy ha esetleg van Belizi magyar előfordulat, magyarok mindenhol vannak a világban. Mindenhol ott vagyunk. Ha van Belizi magyar hallgatónk, akkor ő elmehetne, azt bekopoghatna. Azt jelezhetné nekik. Jó, meg nyilván benne van a pakliban, hogy mit tudom én, hogy nem tudom, hogy Beliziek mennyire barátságosak, vagy barátságtalanok, lehet, hogy valami bántódás esik, de akkor ő lesz, ami mártírunk. Akkor ő lesz, ami hősi halott. Így van. Jó, a héten megírjuk a levelet nekik, jó, szerintem ma vagy holnap elküldjük, és megnézzük, hogy mit reagálnak. Barátságos levéllel induljunk, hogy sziasztok, viszont észrevettük, egyik műsorvezetőn kiszámolta, mi előbb voltunk, és vagy azonnal egy teljes kapitulálásra való felszólítás, hadüzenet, becsatolva az elmúlt 500 év, vagy az elmúlt 800 év, Gripen, nem lehet Dunai flotta, és azonnal az támadunk. Puha az elején, mert ugye így kezdett, hogy így nyilván van véletlen. Visszavonást kérünk, banánszállítmányt kérünk, hajlandóak vagyunk egyezkedni, ahogy most a görögök egyezkednek az Unióval, vagy teljes megsemmisítéssel támadunk. Tehát meg ki kell találni a stratégiát. Jó, nagyon mit jó. Mit akarsz elérni? De feltétlenül megadást használjunk ki, vagy kapitulálás szó helyett, nehogy félreértsék, a Gripen pilóták és katapultálják. Igen. Ki közvetítse a hadüzenetet? Feri, ő a legnagyobb álmunk. Hát nem tudok Belizi. Hallod, de most én oda megyek, hát semmi tekintélyem nincsen. Körben honnan önnek tudod? Lehet, hogy a Belizeknél szent vagy. Mondjuk az is lett visszatért, érte. Igen. Visszatért az Isten. Tudod. Mi van, ha becsatolunk egy videóüzenetet? Fuck off! Legyen egy ilyen. Írj egy hallgat, az jó, hogy a hadüzenetek a szövegét, csatoljunk be egy videóüzenetet, és Pákóval mondassuk föl angolul, aha, hogyha nem veszitek le a logót, ha használtok el, megtámadunk benneteket. Vagy mondjuk el, mondassuk el vele magyarul, hogy teljesen összezavarik őket. Ez érdekes. Aha. Egy magyarul de beszél. De várjad, ez Amerika. Igen, és aláírja, feliratozzuk angolba. Vagy elküldjük, megkérdezzük, jöjjön be és Pákóval felmondatunk angolul egy videóüzenetet. Hogyha nem hagyjátok abba a logó használatát, figyelj, és nem küldtök banánszállítmányt és cukorszállítmányt, megtámadunk meneteket, nem, banán és pálko, az nem, nekem az nem tetszik, az nem egy olyan szimpatikus, az ne arra is találkozás, de nincs, nem. Banán dobálunk a Pákónak, és ő összeszedegeti, nem így mint a foci meccseken, hanem kérünk tőlük banánt és cukrot. Az nem jó, ha Pákó kérje a banánt. Nem, az nem, annyira nem, mert még, na mindegy, hagyjuk. De nem, hát ő a mi rovatunk, használhatjuk. Nem. Hát a banánt és cukrot, most a dohány termesztenének, Pákó, dohány, te most a banánt, akkor banánt kérünk. Közép-Amerika. Igen. Egy jó latinos kell találunk. Bőn bácsi sajnos már nincs köztünk, tehát ő már nem, meddig ő volt a legjobb latinos az országban. Igen. Timeo Danielos és Donna Ferentes, ugye? Ahogy mondta Bömbelcsi. Ott el van vetve. De ki van még itt olyan latinos? Mondjuk a Csordás Tibi Hex Fiesta. Hola, miámból. Jó, akkor legyen egy Csordás Tibi videóklip, legyen a Pákó hadüzenete, és álljunk mi ott hárman. És azt mondja, nem hagyjátok abba a logó használatát, vagy nem küldtök ellenértéket, akkor támadunk. És hogy értsenek belőle, hogy senkit sem tisztelünk, érted? Nekünk semmit nem jelent a közép-amerikai kultúra. Gyűjtsünk fel egy Ford Fiestát. Jó, oké, megírjuk nekik ezt a levelet? Jó, találjuk meg őket akkor, mert hogy a rádió maga megvan, meg a műsor, de e-mail címet, Facebook oldalt, elérhetőséget, és indítsunk egy ilyen abszolút lehengerlő minden fronton. Indítsunk támadást. És akkor rákészülünk még a videóüzenetre is? A videóüzenetet pedig Pákóval elmondhatjuk. Durva vége, legyen a hangvétele? Ijesztő legyen? Mit tudom, Belizi zászló égetése. Igen, megírjuk. Jó. Oké. Okay, hát nem szórakoznak. Ne. Vagy fizetnek, vagy pedig terveztetnek maguknak, vagy lopnak maguknak más logót. Nem. Értem. Nem szép. Nem lopják szép el az önindítóét. Nem? Adjunk nekik linkeket. Lopjatok innen. Vagy innen. A mi logónkkal nem játék. Azt nem használhatjátok. Igen.
Majd második Erzsébet visszaír, hogy ne vicceskedjetek, mert átdobják az ő egységüket, igen. És lesírás rívás, igen. Jön az MI6 gyerekek, aztán végünk van hirtelen. Na jó, köszönjük a hallgatóknak. Tényleg, ha láttok bármit, hallotok, bajotok van a világgal, bántanak benneteket, észrevettetek valamit, újságcikket olvastatok, egy érdekes interjút valakivel, akit meg lehetne hívni a műsorban, vagy csak szeretnétek, hogy egy-egy témáról beszéljünk, Morning Show kukacklasszefem.hu, mindennek örülünk, amit küldtek. Számíthatok. Egyébként annak, hogyha valaki tényleg olyan ötletet küldöttek, amivel elérhetjük a céljainkat, akkor számíthatok természetesen 100%-ra, megvan előre egy évre az összes banánatok, cukrotok és bélizetek. Igen. De mi, ez nem lenne jó a pákótól? Mindent fogtok hallni. Le. Nézzék meg, hogy ez magyarul. Mit jelent Google Translate, is írják be, nem? Mindent fogtok hallni. Ez az üzenet. Érted. Meg vagyunk. Ez az üzenet. Megszórakoztok. És tudod, mi lenne egyébként? Hogy gyertek így gyorsan, nem fogjátok elvinni. Obama üzen nekünk. Vagy csináljuk meg Morgan Freemannek a pákot, mint a Wunderre, és Obamának is. Egyébként Obamának megcsinálni. Mindent fogtok hallani. Bajba vagyunk. Bajba vagyunk. Az amerikai államok, egyesült államok elnöke üzen nekünk, hogy mind meghalunk. Szóval berágtok. Elvettük a logójukat. Na jó. Ma el kell, hogy menjen a levél. Jó? Jó. Laci! Már el is ment írni szerintem. Aha. Hova? Hát, ide. Gyerekek. Ahol még nem fagyott le a laptop. Jó. Na jó. Most felhúztatok. Na most nem repülte. Most úgy érzem, hogy felhúztatok. Én már látom rajtad, egyre pipább vagy. Jövünk a játékkal mindjárt, jó? Aki játszana velünk hármasugrást jelentkezzen, nyugodtan, legyen olyan bátor, és mindezt megteheti Ákos írei alatt. 3:49 múlt 2 perccel. Szép reggelt kívánunk! 100 forint na... Mi 50 na felle. Hol a Jani? Ja! Mit gondolsz, miért énekel ez őszorgalomban? Gyönyörű lesz az gyerekek, ez 100 forint. És aj, de jó. Na! Hadüzenet. Elindult. Teljes támadás. Mondd, hogy azt írtad, és akkor nem kell dobni. Természetesen a hadüzenetünknek a piszkozatát gépeltem kint, ezért késtem. Na, a Facebook oldalunkon már fönt van egyébként, láthatjátok magát az oldalt is, és hogy mit használnak. Megnéztem a Facebook oldalukat, nagyon durva, 891-en kedvelik őket. 891-en kedvelik őket, és senki ne hiányolja, mert ott a logó nem ez, tehát ott van, hogy Morning Show, és egy napocska van, de ők a feliratokban, az inzertekben, a templétekben, amit ugye a videós anyagaikra felraknak, vagy ha vendég van a stúdióban, ők online is közvetítik, azt hiszem, saját magukat, akkor a feliratokba rakják ki a mi logónkat, és a mi feliratunkat, hogy Morning Show, tehát az alaplogójuk az nem ilyen, felmeltek egyébként a Belizzi Morning Show-nak a Facebook oldalára. Most jelen pillanatban mondom, 891 kedvelésük van. De ha elindítatok egy videót, vagy ha megnézitek a mi Facebook oldalunkat, akkor oda csatoltunk olyan fotót, videót, ahol láthatjátok, hogy ők mikor használják ezeket a feliratokat, mikor használják magát a logót, és az egy az egybe tényleg, az Morning Show, fülhallgatóval, és még a betűtípus is. Tehát az úgy, ahogy van, valaki átvette. Na jó, de nem hívhatják a tengerpartjukat Coca-Cola Beach-nek. Se. Nem. Tehát, hogy nem azért ám. Nem használhatnak csak azért logokat, mert hogy nem használjuk olyan gyakran. Igen, amikor kirakják a telefonszámot, akkor van az, hogy ugye megjelenik a Morning Show logó, a felirat és maga a kis napocska. Úgyhogy ma elmegy az e-mail nekik. Ennyi. És megnézzük, hogy mit lépnek. Gyerekek, én ránéztem erre a Belizre, tehát ez azért nem egy rossz hely. Ráadásul adó paradicsom. Igen, vannak romok, neked, vannak romok, van tengerpart, nagyon komoly merülőhelyekkel, és vannak nagyon menő szállodák, és hát még ő is ott lakik. Gyönyörű, persze, tehát Mexikóból át tudsz menni, átugrasz Belizbe, gyönyörű. Gyönyörű hely, nem voltam még, de gyönyörű. És akkor mi lenne, hogyha békét kötnénk velük? Mi lenne, ha egyből felajánlanánk egy tanulmányi körutat, hogy ha és amennyiben a teljes tábot kiutasztatják, körbevezetnek bennünket, akkor mi jó hírüket visszek, és elmondjuk, hogy milyen kompromisszum készen. Nagyon jó. És eltekintünk attól, hogy... Hogy lerohanjuk az egész országot. Lerohanjuk őket. Kérünk 3 darab tiszteletbeli Belizzi konzuli címet. 2 darab offshore céget akkor már azonnal gyorsan. Legyen inkább 3, hogy akkor nekem is jusson, ne csak neked is verjek. Értem én, hogy elsősorban magatokra gondolsz. Gyorsan csinálunk ott egy-egy offshore céget. Nagyon jó. Uh-huh. És megvagyunk. Valami kis tengerparton nézzük is. Vityillót. Velünk lehet tárgyalni.
Nem szeretünk ugyan, de... Na, csak jobb ez, nem? A békés egymás mellett élés. Igen. Hát, na jó, elküldjük ma az e-mailt, aztán meglátjuk, hogy mit szólnak. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Tegnap összefutottam a Pákóval, képzétek el. Na, de miért? Nem hol? Tudom, teljesen véletlenül mentem. A kozmetikusnál. Ő éppen fazon csináltatott. Igen, én mentem lansolni, persze, igen, mentem egy jó főnözésre. Nem, mentem azon az úton, amilyen autókereskedések mellett vezet el, és az M1, M7 becsatlakozójára tudsz rámenni. Aha. A felüljára alatt rákanyarodsz. És azt láttam, hogy egy fura mozgású, fehér ruhában öltözött, fekete srác áldogál, és így bevillant, hogy ő a Pákó, és így rázta a fenekét. Azonnal visszafordultam, megálltam, és ott volt ő, egy éjjel-nappali előtt mulatta az időt. Fehér ruhában. Fehér ruhában, fehér ruhában. Majd nigériai elvisz. Dumáltunk, nigériai elvisz. Dumáltunk, megkérdezem, mit csinálsz? Mondja, hogy várom a barátomat. Mondom, ki? A Zolit. Mondom, a bot Zolit? Igen, és hova mentek? Azt nem tudom. És mindezt egyébként fényebb. És a bot Zolit is ott volt. Nem, a bot Zolit, ne, hallod, a óriási. Ez egy iszonyú prémium társaság. Várta ő a bot Zolit, egy éjjel-nappali előtt mulatta az időt néhány jól szituált barátjával egyébként, és mondta, hogy mennek valahova, egyébként a Kosztolányira, vagy a Bartókra, mondom, Pákó, mit csinálok ott, azt nem tudom. De mondom, állatot mentek befogni? Nem. És egyébként hogy vagy? És mondta, hogy nincs jól, mert hogy tegnap aranyér műtét. Mondom, jó, álljunk meg. Mondom, nem akarok ennél többet tudni, mondom. Ő egy baba. Igen. Keresetlen őszinteséggel rögtön. Keresetlen őszinteséggel elmondta, hogy nem tud ülni. De és ezt ott az éjjel-nappali előtt, úgyhogy én csak visszafordultam, hogy köszönök, megkérdezem, hogy nem tud ülni. Sírtunk a rögésre, folyt a könnye, majd elmondta, hogy egyébként egy napig nem kakilhat. Ekkor már ketten becsatlakoztak még az éjjel-nappali. Az éjjel-nappali közönségével. Még áldogáltunk ott, és mint egy ilyen jól szituált kis társaság, egy jóféle kis éjjel-nappali előtt, ahol egyébként mérték a telest is, azért ott lehet izogatni, és illetve megbeszéltük az élet nagy dolgait. Ugyanitt friss briós. Ugyanitt friss briós. És megbeszéltük az élet nagy dolgait, hogy milyen most neki. És ő ezt elmondta, hogy kellett felfeküdni arra bizonyos asztalra, hogy miről beszélgetett egyébként a dokival, és hogy mennyire hálás a dokinak, hogy ő vasárnap, mert ugye tegnap találkoztam, és azt mondta, hogy ez tegnap történt, de vasárnap tudott találni egy nagyon jó dokit, aki hirtelen egy ilyen SOS ambulancián őt ellátta. És azt mondta, hogy a doki elmondta, hogy ő ekkorát még nem látott. Mondom, Pákó, jó. Nem akarok hallani a Pákó fenekéről. De közben egyébként a Pali tudod, hogy szórakoztatott, tehát úgy adja elő, hogy egyszerűen nem tudsz nem röhögni. Tehát nem tudsz rajta nem röhögni. Szenzációs. De ez egyébként, amit te most elmondtál, ez a Roncsfilm 2-nek a forgatókönyve. Az ország első számú médiasztárja találkozik a nigériai magyar állampolgár Pákóval, aki egyébként az aranyér műtétéről beszél, és várják az állatbefogó bot Zolit. De egyébként ez annyira szoció, és mindez egy non-stopban. És a Szilágyi is megjelenik majd. És a Szilágyi. Én azt gondolom, hogy minden nap kell, hogy legyen az életedben egy ilyen szituáció, ami kimozgat kicsit úgy a komfortzónádból, hogy azt hiszed, hogy egy filmet nézel. És onnan álltam tegnap egy ilyen nagyon lepukkant éjjel-nappal mellett egy busz megállóban, ott közben jöttek, bevágtak egyet konyhalá, mentek tovább, és Pákó mesélt egy busz megállóban az éjjel-nappali előtt az aranyeréről, és azt hiszem, hogy én ezeket az élethelyzeteket keresem kicsit. Mindig, ami ugye megszokott dolgokat csinálsz minden nap, hasonló emberekkel beszélsz, hasonló, ugyanoda mész haza, gyerekek várnak, nagyjából kiszámítható. De egy ilyen szituáció felébreszt, és kizökke. Ez egy bereményi, vagy egy kusturica. Igen, egy kusturica itt jelenet volt. Azt kellett volna, hogy egy lovaskocsi beletolasson a te kölcsönautódba, és egyébként meg jöjjön egy razzia. Igen, és néhány félmeztelen nő lovon érkezzen meg nagy füstben. És akkor ott minden van. És a homlokzatról leesen egy gépstúkó, és agyon is sem valamelyik hallgatózik. Én kicsit keresem az ilyen helyzeteket tényleg, ami úgy kimozgat egy kicsit a komfortzónádból, és akkor ott közben kicsit belehallgattak a beszélgetésbe, jött egy bácsi, aki közben beleszólt, hogy az aranyeret egyébként nem úgy műtik, ő tovább ment, és élveztem, és mentem a szituációban, menne voltam, és 10-12 percet ezzel én ott nagyon, nagyon jól szórakoztam. Az Instagramon fenn van a közös fotóm, csináltam már egy.
ha már okozunk ezt a dolgot, megörökítettem. Én szeretem ezt az embert. Engem ő szórakoztat. Mert nem kell, mert melyek adventistákhoz az ebédét. És a bácsi tovább megy. És ebből szerintem egyébként konkrétan filmet lehetne csinálni. Persze, ez állunk, állunk non-stop elő. Uh-huh. És mindig jönnek emberek, elmondják a kis Jézusom, látom a fotót. Látod a fotót? Ott vagyok. A busz jönnek, mennek az emberek, elmondják a kis sztoriukat, bekapcsolódnak a beszélgetésbe, ott veszik fel a fonalat, ahol odaértek, és nagyon jó kis filmet lehetne ebből csinálni. És mindig van a visszatérő szál, a pákó, hogy és megbűtötték a... Az. Igen. Volt a Sas Tamásnak a Presszó című filme, az hasonló, vagy filmje, az picit hasonló volt, de az nem volt ennyire roncsfilmes. Csak ilyen tévéműsort csinálnék, ahol ilyen szituációk történnek tényleg. Tehát ami az élet, és ami a hétköznap. És képzeled, hogy megjönne a bodzoli, a hátán egy ketreccel, amiben lenne egy aligátor teknős, amit most fogod ki a rákoszpatalon. De kicsit vártam, hogy megérkezik. Hogy megjött volna, tudod, ilyen talpig iszabba. Érted. Igen, megérkezik közé egy létrával, elkezd felcsatolni, felmegy onnan, lehoz tényleg egy aligátort, két ékszerteknőst, egy gyilkos tarantulát, bevegyünk az éjjel-nappal, iszunk valamit, és egy napot eltöltök velük. És az, hogy ő nem tudja egyébként, hogy hova ment, és ott mit csinálnak majd az olival, mert neki valahova mennek. Valahova. Hát nem, valahol nem jó így élni. Uh-huh. Nyilván hosszú távon nem, de valahol nem jó, hogy úgy élsz, hogy vársz valakit, de nem tudod, hogy hova mentek, igen. És majd lesz valami a következő percben, és mindig a jelenben vagy. A gyerekek ilyenek. Ők azok, akik sosincsenek a jövőben, uh-huh. vagy a múltban, mindig az adott élethelyzetben vannak. Ha fagyér állnak sorba, várja, hogy fagyizhasson, ha játszik az autójával, éppen autózik, ha mesét ígérsz neki, várja, hogy mesét néztessen, nincs holnap, nincs tegnap. A pákónál nincs holnap, nincs tegnap. Ha lesz egy csak könyv, a pákó életéről fog szólni, az lesz, hogy zsákba macska, fekete pákó igaz történet. minden percben, soha nem tudja, hogy mi fog történni, minden percben más és igen. más. A magyar shopstop egyébként tényleg kicsit olyan volt, de te szeretem a shopstopot. Na megcsörgetjük, ha már ennyit beszéltünk róla, itt van Pákó Bauni! Jó reggel! Szia! Nyugtass meg, hogy már nem a busz megállóban állsz. Nem, gondoltam, hogy betelefonálok nektek, mert hallottam, miről beszélgetettek. Igen, közben az Anna integet, hogy itt vagy, én csak el akartam mesélni, de te közben te megérkeztél, igen, hello. Igen, megelőztetek titeket. Hát, hello. Ősz vagy állsz? Na, hát figyelj, hát most mi mindig van a halai herem. De jó, nem, tudtam, én ezt csak el akartam mesélni, mint a történet, se az, mert nem akartam cizellálni ezt a dolgot. Jani kérdezte, hogy ülsz vagy állsz éppen egyébként? Állok, nem tudok úrni. Nem tudok úrni. Kell egy ilyen kerek árna, aminek Lukas a közepe. Az jó ülésre. Igen, mert nekem azt mondta a horvos, hogy legalább 4 napig nem kakihatok. Nem szarok. Nem tudja, hogy az első szó, amit használtál, az jó volt, igen. De hogyha vasárnap mentél be a dokihoz, találtál valami ambulanciát, vagy ez valakinek az ismerőse volt, aki egyébként hentes, csak megműtött? Nem, csak megmutott el az aranyheremet, mert ott centi megnyit a seggedben. Fenék, te finoman fogalmazzál. Uh-huh. És akkor most mit csinálsz? Álva alszol? Nem. Feküdőn alszok, de nem a segemben, hanem a hasamban. Ja, hogy fekve. Igen, hasamban alszok, és azt mondta a orvos, hogy annyira durvá volt, hogy ezt meg kellett mondtatni. Amikor bementem először, képzelhettek, hogy azt mondta, hogy feküdjek le, letekültem, és valamilyen ilyen kitágult vas, és a kézsegségével így kitágulták a fenekemet, és amikor belenéztem az orvos, azt mondta, Uram Isten, ezt azonnal le kell vágnunk. És az kiderült, hogy tegnap hova mentetek a Zolival? Tehát az végülis megtudtad, hogy hol ment tegnap? Nem igen, tudtad, igen, amikor... odamentem a Zolihoz, hogy a Zoli ígért nekem, hogy elkis engem az orvoshoz, aztán el kellett mennünk tovább valamerre, ahol van ilyen megbeszélésük. De utána miután mi találkoztunk, Balázs, rá úgy persze meg is jött. És meg is jött a Zoli a helyszínen, ott a kocsmá elé. Hát egy ilyen éjjel-nappali kocsma, nem tudtam hova tenni a helyet itt elő. Nagyon szerettem, hogy pont veled találkozom. Abszolút. Csak elkísérjt, és kaptam azért tegnap az orvostól egy ilyen arany él kezelésre, ez ilyen végbe
Kenos, azt mondta minden, egy nap alatt háromszor a seglukomba. Na jó, Páko, hagyjuk. Na, búcsúzunk. Az a baj, hogy nincs elég szigorú, és te egy ösztönös állat vagy, az a baj, hogy veled, mert egy időzített bomba vagy. Tehát, hogy veled... Nem ez a legnagyobb baj, hogy külföldi vagy. Ezzel még semmi baj nem lenne, hogy te külföldi vagy. Jó, mamma, itt azért fellépni mész? Azért fellépni mész hétvégén? Igen, most megyek, igen. Eddig is volt fellépésem, elmegy. Már mit köszönsz? A fellépést. Azok az emberek, aki rám gondolt, és eljön a fellépés, és akkor most nem volt értvénye, de most is megyek. Hát mivel mindenki tudja most rá, hogy nyári szünet van, rengeteg rendezvény van, a Pálinka Fesztivál, a Show Fesztivál, a esküvő, rengeteg esküvő van. Esküvőre is mész egyébként? Tényleg mész esküvőre? Abszolút. Mit csinálsz? Vőfé szerintem. Hát most Balázs mit csinál? Hát énekelek, adidadibi. Hát hülye kérdés, mit csinál? Verset nyilván nem szavaz, de persze. Igen, legkis napi bulival hívnak. Szóval, rengeteg van, imádnak, szeretnek a magyar népet, és én is szeretem a kérdést, és az a lényeg benne. Szóval nem, nincs semmi. Nem aggódtunk egyébként. Pákokám, vigyázz magadra. Jó, nagyon, jó. Nagyon szeretem. Ma is ott lesz ebben, ma is arra megyek haza. Igen, hát, de attól, hogy tartozik nekem egy képet. Jó, akkor várlak, jó, Balázs. De volt már olyan egyébként, hogy dalszövegedet nem elénekelted, hanem elmondtad? Volt. Tegyünk egy kísérletet, jó? Nézzük meg, hogy szólna az Adida, Adidit, nem te hallottál minket, vagy nem tudom, hogy hallottál-e, 9 előtt egy magyar színész csaj, aki egyébként baromi jó arc, elszavalta a Szomorú Szamuráj című dalt, ugye versben. Zseniálisan tette mindezt. De nem a dallamot énekelte, hanem szavalta. Azért mondom, ilyen cizálláltan csak, hogy értsd. Próbáld meg nem elénekelni, hanem elszavalni a te saját dalodat. Hogy az hogy szólna, hogy kiállnál a színpadra, nincs zene, nem dallamban éneklet, hanem megpróbáld elszavalni. Tudod a szövegét? A szöveget nem tudom, Balázs. Tizen az ő saját dala. De szavald, ne énekelt, szavald. De nem. Adide, Adidi. Én Adidit nem adom. Adidi, a szanyád úristenit. Adidi, ó fej. Adidi, kó kemi. Adidi, bombájó. A szanyád úristenit. Egyébként már egészen magas művészi színvonalon, mert megoldottad. Ez a vers mindenkinek. Vasárnap este, péntek este. Ez a dicsőség. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Bauni! Hát, még mindig arra helyem van. Tedd le a telót, jó? Szevasz, Páko, csáu. Hát, itt voltak még? Jaj. Komolyan mondom. Most mit csináljuk, ha? Tedd le a telefon. De Balázs, arra helyem van. Nagyon jó, szevasz, Páko. Csáu. Bauni. Bauni! Várj, lehozom. Káho. Háho! Óhá! Szóval! Szevasz, ciao, hello! Ciao, hello! Jó, persze! Bauni! Hát, komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Ezeket a srácok, annyira imádom őket! Ő nem. És az elegém az egészben, hogy a dalának a szövegét kb. 3000-szer elnyomta, és nem tudja kétszer ugye mi nem volt. Ja, és én nagyon kedvelem őt. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Kik isznak ma Magyarországon munka közben? Ugye erről szól a Class FM Morning Show kutatása. Őszintén
tét nélkül lehet nekünk SMS-t írni, mert ha akartok, más nevet írtok, ha akartok, letagadjátok a neveteket, teljesen mindegy, a lényeg csak az SMS tartalma. Ugye a kutatás arról szól, hogy nézzük meg, hogy valóban a sztereotípiák érvényesek-e, és tényleg a festők, mázolók, burkolók, kőművesek isznak-e a legtöbbet, vagy vannak más foglalkozások, üzői is, akik minden reggel, minden délután piálnak. Hát gyerekek, a helyzet az, hogy az egész ország iszik. Csutka részeg most. Figyelj, makonya részeg jelen pillanatban is az ország 80%-a. Tehát ha ez igaz, amit mi az SMS falon látunk, akkor ez az ország alkoholista. És itt majdnem mindenki részegen végzi a munkáját. Nem? Tehát és nem tudsz, egy szakmát nem tudsz mondani, aki ne jelentkezett volna, hogy ő csak úgy tudja elkezdeni, ha... Gyerekek, ez elképesztő. Ami itt van. Egyetlen szakma képviselőből nem találtunk egyet sem részeget, ezek pedig a villanyszerelők. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, hát elképesztő, hogy mik jönnek. Parlamenti képviselő vagyok, reggel 3 felessel indítok, majd fröccsel tartom szinten az egész nap, még néhány felessel, ha a törvényi javaslatokat az indokoltá teszi, írja valaki, hát most ez igaz vagy nem, nem tudjuk. És két feles között pedig tetriszezéssel foglalkom az igen. Igen. Festő vagyok, minden reggel 6-kor sör plusz kis vodka, 10-kor sör plusz vodka, délben kaja, után sör plusz 2 darab kis vodka, 3-kor úgyis vége. Sör plusz vodka este 5-kor, az őrsön 2 sör, 2 feles. Apund napi 10.000 forint per nap. Hogy? Hogy bírod ezt kitermelni? Forint, az 300.000 forint, ha mondjuk a hétvégét nem számolom, mert akkor nyilván pihensz. Tehát nem iszol, 20 munkanap alatt az 200.000 forint. Hogy? 200. És ez csak a piára megy el. Tehát tényleg rengeteg. Hm. Burkoló megjött, megkínáltam italal, megitta, majd azt mondta, ittasan nem dolgozik, és hazament. Nem vicc. Most hívtam a haveromat, aki éppen részegen szállítja az ebédet, amikor rácsörögtem, már nevetve vette fel, mert ő is hallotta, hogy mi a témátok. Gergely Robi kutyája írta ezt nekünk. Targoncás vagyok, én nem, de a kollégáim minden nap isznak. Uh-huh. Ez azért minden. Uh-huh. Én nem. Nem győzök rájuk dolgozni, mert nap végére káosz van nálunk, sajnos. Sanyi küldte nekünk. Az orvosok se kutyák, írja valaki. Nálunk van egy üzemorvos, aki reggeltől már az összes kocsmát bejárja. Egy üveg páleszért kiír egy hónapra, ha kell. Egyébként az nem rossz díj. Egyébként az orvosokról azért sok mindent hallani, igen. Tehát akik az egészségügyben dolgoznak, főleg olyan szakterületen, erről beszéltünk, ott azért tompítani kell az egész napos stresszt, ami értéket. Jó, de bennük annyi empátia van, hogy másképp nem tudják feldolgozni. Ezt olyan állapotban van az ország egészségügyileg, hogy ezt valahogy nekik bírni kell. Nem csodálom, hogy piálnak egyébként. Amit ők látnak, meg hallanak, az elképesztő. Ta azt mondja, hogy hegesztő csávónak a cégnél engedték a piát, mert anélkül úgy remegett a keze, mint a szűzlánynak az első rámarkolásnál. Na de 2 deka impulzussal varázsolta a csodavarratokat. Gyerekek, tényleg mindenki piá. Napi 2 liter bor asztalos vagyok, írja valaki. Na. Az is nagyon szép. Taxis vagyok Budapesten, minden műszak után 4 feles 3 sör. Többre nem telik, de stresszoldásra elég. Üdv. 4 feles 3 sör. 4 feles 3 sör, igen. Igen. Ismertem egy embert, csak munkakezdéskor ívott, de akkor nagyon sokat és ütősött. Végig röhögte a napot, pajzánkodott, szórakoztatta magát, mire lejárt a munkaideje, kiózanodott, a halott öltöztető volt. Jó, ott megértem. Ott érthető azért, igen, de hát igen. Ilyen foglalkozásokat kerestünk, igen, hogy kik azok, akiknek egyszerűen inni kell. Villanyszerelő vagyok, minden reggel 2 keserű plusz 1 sör. Így kevésbé rossz, ha ráz. Ezt el tudom fogadni, valóban, ott csak áthússan rajta a 2:30. Zoli vagyok és Pék. Amelyik Pék nem iszik, az hazudik. Ezt az üzemorvos mondta, higgyétek el, így is van, ebben a szakmában dolgozom. Én dolgoztam temetkezési vállalatnál, szerintem a halott szállítók, ők isznak a legtöbbet, láttam a saját szememmel, ezt a munkát nem lehet enélkül elvégezni. Gabi írta nekünk. Országgyűlési képviselő vagyok, alkohol nélkül nem bírok ki egyetlen ülésszakot sem, szerencsére itt nincs szonda, de ha lenne, se kéne megfújni a mentelmi jog miatt. Se aláírás, semmi. Írja nekünk egy hallgatónk. Zöldséges vagyok a bosnyákon. A főnököm is titeket hallgat, üzeném neki, minden nap 1 deci viszki korsó sörrel kezdek. Fizetés emelést kérnék, mert nem maradt pénzem. Aláírás Tóth Norbert. Ez nagyon korrekt. Recepciós voltam, a kollégákkal minden műszakot sörrel, felesel indítottuk. A felszolgálók ugyanezt csinálták, kellett a mosolygáshoz. Gyerekek, azért elképesztő, hogy mindenki piál. Nem? Elképesztő, hogy mindenki piál. Figyelj, hogy a sofőrök isznak, itt most már én nem tudom, hanyadikat olvasom. Nagyon kemény. Kamionos buszsofőr. Piál. Hát azért az nem vicces. Nem. Szakács vagyok 15 éve, a kollégáim 80%-a alkoholista. Szakácsok, felszolgálók mind. Ebben a szakmában az a ritka, aki nem iszik. Ezt Gábor küldte nekünk.
A SZESZ az építőipar demalgon. Kaptuk SMS-be. Nagyon-nagyon. Óriás. Nálunk dolgozó kőműves azt mondta, hogy neki csak minőségi sört adjak, mert az olcsó nem büfögteti rendesen. Hát ő már igényes, látod? Nagyon nagy duma. Nagyon nagy duma. 60 éves ácsfőnököm reggel délben este egy feles pál lesz, aztán gyerünk fel a tetőre. De a 6 méteres gerendával a vállán nem lehetett utolérni a tetőt. Ugye? Mert félsz, ha nem is szól állítólag, ott tényleg az van. Szerintem is félelemből is hogy félsz, beversz két felest, az úgy mész gyönyörűen a 6 méteres gerendával, hogy öröm nézni. Tényleg, megnyugtat. Figyelj, fölmész oda 20 méter magassal, 6 méteres gerendával, hát az a kell egy kis célzó víz. Én traktorozom egy feles szinte minden reggel. Volt már, hogy a főnököm mondta, aludj egyet, Józsi. Mondjuk korrekt a főnök. Igen. Nem a ki vagy rúgva, menj haza. Értem, lehet, hogy hasonló cipőbe jártak. Mezőgazdasági dolgozók Ausztriában reggel kocsma, feles bevered sörrel, majd munka után ugyanez még négyszer, ezt gíkültenek. Na most erre kíváncsi lennék egyébként, hogy a helyiek, tehát hogy az osztrákok mit szólnak ez, illetve hogy ők is ugyanindítják el a napot a mezőgazdaságban. Vagy rácsodálkoznak erre a szép szokásra. Á, az ott is, nem? Szerintem ott is tütüznek, vagy ők is. Az értelmiségieket ne hagyjuk ki az ivászatból, igen, ez is érdekes. Hentesek szicsóznak a legtöbbet. Kötelező volt inni, ott dolgoztam. Varrónő vagyok, minden nap iszunk. Az nem, ah, az egész varrónő, látod? Pék vagyok, minden nap három sör. És egy kis kísérő keserű. Keserű. A keserű, tudod. Csak a gyomor miért. Ovó bácsi vagyok, egy magánovi van. Nagyon sokszor besokalok a gyerekektől, nap végén muszáj egy picit lazítani, két pohár jó minőségű vörösborral. Az benne van, hát munka után a lazítás, az benne van. Igen. Mit akarsz fájlik, ott a vödör, ott a lapát, takarodj! Helyi sebészünk rendelési időben eljár tipmixelni és pálinkázni, aztán utána az összes paciens gipszelni akarja, még akkor is, ha nem tört el semmilyen. Hentes vagyok, mi is viszunk, kéményseprő vagyok, napi tízfeles. Hát gyerekek! Hentesek, hát az nem olyan rendes embereknek tűnnek pedig. Uh-huh. És az se veszélytelen. Azért ott is kell darálni. Hát az ott nagy is kell vágni. Hát gyerekek, körülbelül ez a kutatásunk eredménye. Még írtak néhányan, de az már ismétlés lenne, hentesek, buszsofőrök, stb. Azért ez nagyon szép. Figyelj, én megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy amit mi az elején felvetettünk, ez a köműves vonal, uh-huh. tehát maga az építőipar vonal, ugye arra gondoltam, hogy az oké, okay, az benne van, jó, aki mondjuk olyan helyen dolgozik, de hogy mindenki. Hát igen, nézd meg, gyerekek, mindenki. Rég ilyen. Volt ennyi SMS egy témára, hogy önmagadat, jelentsd önmagadat a Morning Show-ban. Paksról mondjuk nem jött egyetlen SMS. Hála is. Hála is egyébként. Viszont írt egy mozdonyvezető, józanul alig bírom a sínen tartani. Köszönjük a lóerőt. Bobo küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele, gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek mire vettem, ennek tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 ezer forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között, mert hogy megmutatja, hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális. Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazavizze. Ez most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, ez hogy ő mintha egy fonalat húznának, ugye? Aha. Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Subba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit, hát ha valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre, és egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat, ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázz állást,
produkálva és úgy elindulni. Még mindig jobb, mint hogyha így... Vigyázz, állás produkálva és úgy elindulni. Uh-huh. Ugye? Hát ez... Vigyázz, állásban menni. Nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne tér ki. És a kedvencünk? A másik térjen ki. Ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne tér ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeljetek. Megy. Ő már célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármi jön, lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé lehet, ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát mennyiért Váci utcában mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját, a járás, hogy hív föl magadra. Figyelj, ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de magabiztosan gázolját a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem térnek ki az utadon. Igen, és utána pedig próbáld ki ezt a 4-es, 6-os vonalán, és ajánljanám nekik, hogy igen. A villamos elől is sem. Figyelj, de maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott fonaljárással? Fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez a fiatal ember, és kiderült, hogy ő egyébként, hát... egy valószínűleg félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni egy tanfolyam keretein belül. Tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez 5 szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha van, azt nem tudom. Janit akartuk beiratni tegnap erre a tanfolyamra, igen. És ma reggel kiderült, hogy valójában szükségem van válaszra, és mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen. És ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. És nekem igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan beállnak eléd a sorba, soha nem teszed szóvá. Hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerda és csütörtökön, amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik kerülnek a konfliktusba. Mert látják, hogy össze vagy esve. Nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen, ugye Jani elmondta, egy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlanak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ahol te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg, hogy félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop, hop. Tehát akkor mi van? Aha. Tehát, ha jön szembe, és egy fonaljáró. Ős robbanás. Születek egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró. Akkor a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengébb fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon a fonaljáró szinten, ott érzik a feszkót, érzik, közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban marad a profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt ér ki, aki csak a Silver Minire fizetett elő, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fenn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindított ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor. Szevasz. Jó reggelt a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönjük szépen. Hát te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen. Hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. És közben hívnak, de nem zavartakom magam, igen. Ne, helyes. Hát most ne csinálom, hogy éppen nyilatkozom, éppen nagyjá válsz, ne hagyd, hogy mozavadjanak, ennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subban is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást, SMS-be, illetve e-mailbe, hogy hallgassam, meg csak nem értem rá egyébként tegnap, szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk róla. Sok. Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki?
Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Nem az tér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra céloztok, amikor mondtam a videóba, hogy a fonal az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Ja, igen. Ugye a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Mi csak most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani? A videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi utána, ha bármi rendőr, ugráló kötél le menő lány, vagy bárki jön veled szembe traktor, az elő se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Vagyok azoktól, én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányok, mindig összetoljon magam, hogy meg... Én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki. Hát igen, azért, ha jön az egyes... Dehogy is, nem. Én csak azt mondom, hogy azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat, van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk, ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom, nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent egyébként? Hát minden leendő ügyfelemtől meg szoktam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, részben, híresek és tovább. És itt van, tehát, hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát, hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod el? Járatod a Style magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjátsz, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel indul, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. Figyelj, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám van, ami miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinken csak azért akarják a lányok, hogy megroncsom őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem, ami vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, milyen egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezen már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon olyan, például mindig beáll valaki a sorba, és soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok, nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibák nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most. Társasági hiba. Közben rengeteg telefonján, úgy látom, van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És ez a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok? Gondolom. Hát a járás az még azt tulajdonképpen
Az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsináltuk. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél, vagy mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És ez mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most pertenulat? Hát az a beszélgetésnek hogy... nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegykártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok. A mérnök... számítógép programozók, jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert éve íratom hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, jobb a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, tehát ez nagyon-nagyon szembeöltő. Neked egyébként van csajod? Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először? Igen, megtanultam saját hajomnak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja, ezért kérdezem, hogy megy egyébként, vagy te csajozol? A plénkarrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Ez egy 13 évesen, hogy elolvastam Dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, hanem személyesen ezt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát aha. Még 10. Aha, mert meg... Hát olyan 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam a reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem voltak. Hát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezi, az kimaradt az életemből, így aha. Van. És azt elég későn kezdtem el, és akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem. Találtam még valamit az oldaladon, ez engem az érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát, hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Hogy ez hát miért kell teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljességre. De ez mit jelent? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és egyúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha valaki túl domináns, az agresszív, ugye az már jó, túl erős. De mert én egy csaj vagyok. Tehát, hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóba, vagy egy nő vagyok. Légy te, aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszogattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek hogy oda? Nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell, tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon igyekezni. Tényleg baromi kíváncsi, csak én nem tudom, hogy ez mi, a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában tudja, hogy ez mi csoda, tehát ez mi az, hogy domináns? Igen? Oké, akkor megmutatom a különbséget, megmutatom, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitáson, meg hogy lehet... Oké.
Ott vagyok. Dominánsan. Én azt mondom neked, hello. Csak a csajos hangban van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió. Hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz. Aha, ez a rossz, és melyik a jó? Én erre azt mondom, hogy a rossz verzióra nem, igaza van Gábornak, erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Az pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjáléknek szebben a fények, vagy nappal? Mit várja, az vagy a kérdésem már összezavart, tehát én nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert lepisírtem a bokámat. Én most nő vagyok, egy Virgin Mojito, és éjjeléknek az a fények. Na. Mert most az van, hogy egyébként megleptél. Basszus megleptél. És mi a válasz? Még azt, ha meg basszus tudhatja. Basszus kizökkentettél. Tehát éjjeléknek... Aha, tehát hogy nálatok a nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó, nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozás ösztönöz. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted Popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Hát jó, abszolút megértem, hogy ezzel az éjjelégnek a fények vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ha, ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szűken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem. De nem, mint most, hogy mondta, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudod, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Tehát, hogy... Mondom, ez kis rész, tehát kb. 10-20% akik szűzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Ja, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Tehát tényleg beállnak elé a sorba? Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvett egy újságot, nem fizette ki. Ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerve. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha létezne két mondatos tanács, akkor már milliókat keresnék az ügyesség. Tehát dolgozni kéne nagyon. Ja. Hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc. Nem tudom, tanultatok a táncolni. Hogy hiába mondom el, hogy kell azt a mozdulatot csinálni, azt attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lesz. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap figyelj. Nem. Csak ez egy való, tehát azt hitted, hogy ez egy valós probléma, hogy szegény Jani naponta beállnak elé a sorba. Való, bármik elé sorba. Oké, az első lépés mondjuk legyen az, hogy csak annyit csináljon minden nap ötször, hogy köszön az újságosnak, és utána elköszön anélkül, hogy vett volna bármit, és ez mi? A legelső lépés. De most nem az újságossal van baja, hanem most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne álljanak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Tehát mindig jön... Nem az újságossal, hanem az van, aki elé áll. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda menik így. Állnék ott egy picit, mint egy idióta, és aztán beszélni a hello, és elmenni. Ja, igen, én bírom, Gábor, ez nem rossz. Annyira vészes helyzet, akkor nincs megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodok egy pillanat. Legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne férjenek be elé. Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két mondatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, ő talakodjon. Na ez a Jani, ez de jó! Gábor, ez jó. Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, az idős nénit, hogy tessék innen. Tehát közben leborítsuk fel a babakocsit. A babakocsit és a kerekeszét. Gábor,
Köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon szeretem. Abszolút. Köszönöm, a második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnél. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom Balázsra, hogy felcsillant a szeme. Egyeztessünk. Nagy lehetőség ez neki. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelzelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvenni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhány az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én azért örülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ. Mit kell csinálnod akkor? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Tehát nem kell büdös bonyom húzni, nincs milyen mondat. Megfogom két oldalra a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát ez nincs. Ez nincs. Helyi a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Semmi gond, nem a te hibád. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. És szeretnélek benneteket megismertetni egy nagy-nagy klasszikussal, ami valamiért, valamilyen okból kifolyólag, én nem tudom, hogy miért, de eddig elment mellettünk, mert hogy nem egy vadonatúj darabról van szó, és én egy picit szégyellem is magam, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek már ez megvolt, de nekem, és úgy gondolom, hogy nekünk csak most villant be, és most válik szerintem egy meghallgatás után kikezdhetetlen, megkerülhetetlen klasszikussá. Grandmaster Pete mérés című szám. Na várjál már, a neve is érdekes. Grandmaster Pete, mert hogy van egy ilyen előadó, csak hát a Grandmaster az egy ilyen magyarosított, igen. Kicsit magyarosított. Grandmaster, ahogy ő mondja egyébként. Grandmaster Pete. Figyeljetek, szóval a Virág mondja, hogy mutatni szeretne nekem egy számot. Folyamatosan mutogatja nekem mindenféle ilyen tini rock csapatokat, külföldieket is, magyarokat is, vegyesen, és hát egy idő után már attól függ egyébként, hogy hány óra van, mert akkor mindig érzem, hogy apa, megmutatom, és mondom majd holnap. És akkor ma megmutatom, picit később. De valahogy felkeltette az érdeklődésemet a mérés című szám, már ugye már a cím is olyan izgalmas volt, és amikor meghallottam azt, hogy az első két sor az, hogy who a Pete a Grandmaster, na, huppogjon a Sound Blaster, akkor már éreztem. Hát figyelj, én nem tudom, hogy jutott el a lányomig, főleg azért nem tudom, és le is kellett sajnos tiltanom róla, mert ugye van benne egy-két csúnya szavacska, de Pete ugye a mérésről írt egy számot, arra a mérésről, amit ugye ők, mint, hogy is mondjam, csak hogy nem bántsa meg őket, de nem bántom meg őket, a sebesség megszállottjai, a sebesség vidéki istenei tapasztalhatnak. Igen, hát tulajdonképpen ilyen kis felturbózott, ilyen kisebb-nagyobb autókákkal nyomulnak ők, Pete és a haverok, ők szerepelnek egyébként a videoklipben is természetesen. Bent van a haverok? Természetesen. És golfal vagy, nyilván? Hát igen, és jó kis, hogy hívják a felturbózott Fiesta-kkal, meg hasonlókkal. Aj, de jó, az Honda CRX-ek, régi egyes golfok. Nagyon menők, és egyébként a videoklipben van koreográfia is. De ki van találva? Ki nem van csak találva rá, az egész, az jönnek vele szemben az aszfaltcsíkon, és akkor ez egyikük jobbra, másik balra, jobbra-balra, és nagyon-nagyon menők. És hát mondom, gyakorlatilag minden benne van, amit erről az életérzésről tudni kell. Ebben a nótában mindent megtalálsz, ami kell, és hát fantasztikus rímek vannak benne, és fantasztikus szövegek például. A startnál a rajtnál csak tapsra vársz, jön a taps, kuplunk ki, te csak egy helyben állsz, mert a kerék pörög, mint a kocka, az égett gumit az aszfaltra. Itt álljunk már meg egy pillanatra, kerék pörög, mint aki kocka. Igen, pörög, mint a kocka. Ja, a dobókocka. A dobókocka. Nekem azért bennem is volt a kérdés, egy első meghallgatás után. Ugye, hogy a kocka? Figyelmesebben meg kellett hallgatnom, miután letiltottam róla a gyereket. Uh-huh. Ezután a két sor után. Peterről nem tudunk valamit? Nem sajnos utána. Nem. Sajnos nem. Honnan jött? Azért érdekes, mert 2008-as a szám, és én egyébként picit így csalódott is vagyok, meg szerintem ez az egész ország kritikája, meg az egész magyar pop szakmáért, hogy ő nem lett egy új Majka, vagy egy új dó. Nem, azt akartam mondani, hogy azért a döbbenetes, hogy valaki 2000
2015-ben még mindig ott tart, hogy egy gyorsulásról ír egy dalt, és Ford Fiesta-val Honda Civic-el gyorsul. A 2007-es az megbocsátható, mert akkor azért ez lassan 10 éves dalocska egyébként, és nem, nincs is több száma, tehát ez az egy volt, ezt föltették, igen. És ezzel válik ő majd most nagyjá, hát, hogy figyelj, megmutatjuk. Beszéltünk az egyszámos előadókról, hát vannak azért egy páran, tehát itt ott van Hedövé is, tehát hogy azzal vált nagyjá, hát Pita méréssel. És a lányod fújja a szöveget most? Az a baj, hogy igen. Tehát, hogy le van azért tiltva a csúnya szavakról. Itt akad benne egy-két olyan, amit egy 13 éves kislány még ne nagyon mondogasson, de egy részét megtanulta, és fejből tolja. És azt hallom föntről a szobából, hogy főleg a turbó segít neki, ha van a Verdán, az abszolút nem hátrán gyűrődik, a beton gyűrődik a kátrán. A turbó van a Verdán, az nem hátrán. Igen, gyűrődik a beton, gyűrődik a kátrán. Na jó, hallgassunk bele, kíváncsi igen, vagy. Egy jó? Picit egyébként ahhoz képest, hogy mennyire menő, és mennyire belevaló, és mennyire arcba mász a szöveg, ahhoz képest, hogy meglátjátok, Pitnek az orgánum majd picit visszafogottabb. Igen, mert az ember ezt úgy képzeli, hogy egy brutál kigyúrt, nagyon nagy darabpali, brutál csajokkal, nagyon jó autók között énekli ezt a dal. De hát az egy 2007-es, és... Igen, majd ott is voltak a kigyúrcsájuk meg jó autók, csak aha. A név alapján már tudom, hogy nem erre kell számítani. Azt mondanám, hogy itt a jó alapok megvannak. Aha, na figyelj meg, ha belehallgatunk. Kiszedtük a ronda szavakat. Le beat a Grandmaster. Na hupogjon a Sound Blaster. Hupogjon? Hupogjon. Nagyon jó. Gyerünk, csapat fel a hangot. És tedd a Verdának az egyes gangot. Egyes gang, de jó! Na most elválik ki a legény a gáton. Meglátjuk, tesó, mit tudsz 400-on? De várj, bocsánat, csak megállítom, hogy milyen autója van, ami ennyire durva? Hát kérdésével egy 1-2-es kadettet láttam a képet. Jó, hogy nem egy 458 jó, Itália, egy mit tudom én, egy Aston Martin, egy Maserati, egy Pagani Zonda, mondjuk nyilván nem, de hogy azért kicsit túlzok, de hogy azért, hogy mi az autó, amiről énekel, azért az egy 1-2-es kadett? Van egy régi csepp kadett. Ó, gyönyörű. Most mutattak, de az nem az övé, mert az látszik, hogy a haverjái egy merga. Egy merga. Megérte a Józsi. Várjál, most van egy fehér, azt szerintem szintén Opel, de az már azért tuningos, mert az oldalára különböző világmárkák, amelyek az autóiparban jól teljesítenek, vannak fölírva. Mintha a pizzemér szponzorai lennének. Igen. Itt van egy Opel Omega, az is egy régi. Aha. Ha ők ezt vízből csinálták, mint egy korszakparódia, akkor jó, hát, szeretem, mert ha egy-kettes kis korza van benne, nagyon jó, félek, az legalább 90 lóerő volt. Benne van egy Seat Toledo, nem látom, de lehet egy Ibiza, és egy igen, és egy jó, Ford Escort. Ezek csak a kasznik, hát ki tudja, hogy mi van a motorháztetőn. Na várjál, csak egy helyben állsz, mert a kerék köröd, mint a kocka, éget gumit az aszfaltra, és indulás, mert jó a tapadás, jön a sebességek közötti kihúzatás, nincs lazulás, csak rohanás. Hé, mi ez a hang? Szabályzás, gyerünk! Nincs, nem baj, csutapolt a pedált, racingolja testvér, nyomd az így. Mit csinálja? Racingolja, ha jó, igen. Van, a harmadik, mi ez a dolog? Egy lifestyle, egy érzés, látom, nem tudtad, hát ez volt a képzés. Jó, ez volt itt, és a mérés. Úristen, Grandmaster Fiel és a mérés című. Ráadásul annyira nem illik a hang a csávóhoz, ha nézed nem. A klipet. Nem, neked tényleg nem. Fura. Aki egyébként egy ilyen Hawaii style nadrágban van, egy térnadrágban, már most ugye újatlan póló van, és akkor ebben nyomja. Meg a helyi lányok, de jó. Jó, figyelj, tornásszuk föl őket egy kicsit. Menjen voltak, vagy megmondom, menjen van. A 282 000-en vannak jelen pillanatban.
Dobjunk egy kicsit Grandmasza Pete-nek. Nézzétek meg a videoklipet. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem egyfajta stílus paródia. Nem. Tehát ő 2008-ban tényleg egy kettes golfval, egy Fiat Bravo-val, egy régi cseppkadettel, egy kettes Korzával és egy Seat Ibizával csapatták nagyon. Agyon tuningolva, mindegyik gép azon látszik. Tehát az Ibizán annyi tuning van, hogy az autó nem került annyiba. Rátettek 2 millió. A 18-as felni. Mindent, ami csak lehetett. Hátsó szár, minden rajta van az Ibizán. Vagy a Toledo, nem tudom, csak hátulról láttam egy pillanatra. Igen. Szóval minden fölpakoltak. Hát azt jelezte egyébként, hogy Pete, hogy nem fér bele minden, mert hogy a turbo meg a nitro az ritka, mint a fehér hol a környékükön. Tehát, hogy azt jelezte, hogy azért mindenre nem futja, de azért szóltak Lajosnak az Alvégről, hogy hozzam el az Omega-t. Igen. Mert ha retro, akkor viszont jók a ruhák, jók a csajok, igen. Az egész tényleg a régi gyorsulásos, énnek imádtam, mert nekem nem volt soha pénzem, a Honda CRX, az 1-2-es Korza, a régi, mit tudom én, a Fordok, amikre úgy néztünk, hogy te jó Isten, milyen szépek voltak azok, tehát voltak a kis poszkitból, én néztem, hogy a Honda CRX-et, a régi kocka hátsó lámpás CRX volt nekem az Isten, úristen, kétajtós, régi kocka lámpás hátsó Honda CRX, hát gyönyörű volt. Aha, na, ők mai napig ebben élnek. Opel Manta. Hát egy Opel Mantára én úgy néztem, hogy atya úristen, milyen autó ez, te jó Isten, 406-os Peugeot. Ami ugye kupé volt. De ha ők ezt tényleg így nyomják, persze. Az most szórakoztató 2015-ben. Hát azért az nagyon menő, hogy nem a Fiat Bravo-val egyesen a fanatizmus az látszik rajtuk. Tehát, hogy biztos, hogy itt véremenő gyorsulások voltak 400-on, ugye Nemes Gulács határában, vagy itt a Vaktakék mellett, vagy ilyesmi. De ők menők, figyeljetek. Most már legalább érted. Vágjátok a témát, mint egy Olla. Csak mondom, azért érdemes a klipet megnézni, tehát a srác, aki ellövi az 1-2-es Korzát, meg a Fiat Bravo-t, az szandában áll. Tehát, hogy azért tényleg úgy nézzétek meg ezt a klipet, hogy ha stílus paródia, ha nem, nagyon-nagyon szerethető. Tehát úgy lövi el egyébként egy nagyon szexi kis bermuda nadrágban a gyorsulási versenyt, ami hát tulajdonképpen a bűnüldözés ne továbbja, és az éjszakai élet egyik, hát nem, meghatározó. Zsivány vagy, ha ott vagy, jó csajok, jó kocsik, egy brutál bőrszandában lövi el egyébként az autókat. Tehát azért azt érdemes megnézni, ez 1.36-nál van a klipben, most látom, 1.36-nál, ott van a bőrszandál. Arra vessetek egy pillantást, az nagyon kemény. A csajok brutál hasipólóban, tehát ez a kis hasipacsipóló, finom kis hasacska, azért az... Igen. Tehát ott azért az úgy megjelenik. És elképesztő autók. De én szeretem az ilyet. Az jó, szeretem. Az jó. Így ránézel, és akkor így értelem bejúg, mit tudom én, beugrik egy fiktív filmcím, Halálos Iramban a Bazmegyei Hajszak. És a gumimelegítés rögtön a klip elején, ahogy mennek sorba egymás után. Ők profi. Nem úgy, hogy csak odaállsz, nem tapad a vas az aszfalthoz. Rendes bemelegítés van, jobbra-balra, és figyelj, koreográfia szerint. Nagyon jó. Egy gyöngyszem. És egy pick-up autó, az nem tudom milyen autó, egy pick-upnak a csomagtartója, vagy a rakodó terén énekelnek. Tehát ott megy a rep. Nem tudom mi. Amivel hétköznap biztos nyúltápot hordott. Hát amire kell használni. Jaj, de jók ezek az autószínek. Tehát ez az almazöld autószín, ez egykor akkora divat volt, hogy mindenki ilyen színűre fényezte az autóját, és már a fényezés adott egy alaphangot az autónak. Ez most nem tudom, miben ő pontosan. A sötétzöld Opel Omega is, korszak. Opel Omega, jó gép volt, nem erre találták ki, tehát nem versenyre, meg nem egy tuning gép, de az egy nagyon jó autó volt, és mindenkinek ez a sötétzöld színű volt. Meg egyébként meg tényleg, hogy az ember így végighallgatja, meg elolvassa a szöveget, nyilván, hogy minden szakszót pontosan értsen belőle, az egész tényleg szerethető. Tehát, hogy végighallgatod, én most mondtam a Virágnak, hogy ugye, a csúnya szavak miatt azért nem örülnék, hogyha minden nap ezt hallgatnám, meg hogyha ahogy az ő szájából visszaköszönnek ezek a szavak, akkor nagyon nem fog neki örülni, mármint a csúnya szavak, de az, hogy egyébként itt fülbe mászom, megtanultam, mondja, tehát ez nagyon laza, és csípik. És azt észrevettétek, hogy a rendszámok nincsenek kitakarva? Nincs semmi kitakarva, igen. Mert ők büszkék. Egy mondjuk igaz. Igen. Igen. Matricák az autón, gyönyörű. Tehát a No Fear matrica külön köszönet érte, gyönyörű. Tehát aki egyszer matricázta az autóját régen, az őrület volt, mikor megláttam. Meg a világmárkák, amikhez nyilván semmi közük nincsen. Ez is nagyon jó. Igen, ez igen. Jó, tehát érdem, mi is ezt csináltunk, mi meg, hogy hívják rá, a Csepel bicikliéinkre raktunk kampányoló matricát. Hát hogyne? Figyelj, ez egy korszak volt, tehát amikor tényleg még nem volt az embernek pénze, és te ültél egy nagyon-nagyon rossz keleti típusú 126-os P nevezetű kis 650 köbcentis köbcentiben, ott egy Ford Mondeosra, azt mondtad, hogy úgy néztél rá, hogy úristen!
és belepakoltál mindent, amihez csak hozzájuthattál. Vagy elment melletted egy kétajtós S-rendszámú Honda, kétajtós régi kockalámpás Honda Civic 140 nem tudom hány lóerővel 1.8 GTI-be, vagy egy régi kockalámpás Mitsubishi Colt, és azt mondod, hogy nyugodt, ez nyugodt. Hogy tudsz így élni? Aha. Milyen csajod van? Milyen autód van? Mit csinálsz? Hát gyerekként 16 évesen ezeket a kocsikat istenítettük, nem? Hát én imádtam. Az összes ilyen autót. Dupla kipufogó. Nyilván kamu egyébként. Persze, de... Krómozva. Lángjelvek az oldal. Ne viccelj már. Zseni, az egy jó korszak volt egyébként, igen. Tudtok hozzá telefonszámot, vagy valaki ismeri a srácot, akkor lehet, hogy hétfőre előkerítjük, küldjetek el nekünk, jó? Szeretjük az ilyen arcokat, tényleg. Lehet, hogy tudunk vele beszélni, csak hogy miért csinálták, meg egyáltalán most mit csinál, most milyen videóklipre készül. Küldjetek el, ha ismeritek, jó? Egyik kedves hallgatónk írta, tehát, hogy van egy nagy comeback, őt is láttam most valamelyik nap, azt nem a világ mutatta, hál' Istennek, de tényleg visszatért Ugly G is. Csak mondom, megvan még, emlékszel rá? Hogyne? Visszatért új videoklip, hát azt is azért érdemes megnézni. Persze, meg egyébként ezek az autók, ha ezeket feltuningolják, tehát én láttam olyan gyorsulási versenyt, hogy egy kis poszki volt megcsinálva. Persze, egy kis poszki úgy volt megcsinálva, hogy le volt betonozva az eleje, hogy ne emelkedjen föl, amikor gyorsul. Annyi lóerő volt. Annyi lóerő volt a kis poszki, mint az hátsó motoros, és egy beton tömböt raktak az autónak az elejére, és a kis poszki olyat ment, hogy brutális kettes golfokat vert agyon, egy senki nem értette. Trabantban is láttam egyes golfval, tehát ezek ugye lekönnyítik a kasznit, aha, hihetetlen könnyű a kaszni, egy egyes golf, egy, nem tudom, ilyen, egy Trabant, nem tudom, ezek kis Ford Escort, Ford Fiesta, és annyi lovat pakolnak bele, hogy mindenkit oda ver. Tehát van hangulat, hogy nagyon sok ilyen forgattunk egyébként, és odáll a kis polák, és tudod, legyint ez. És olyat megy, hogy feltépi a beton. És mutatta a srác, hogy beton van az elejében. Nem emelkedje föl. Szóval azért azok azért nagy dolgok. Jó, van, látom, akkor meg lesz az élmény. Állsz a piros lámpán, a lehúzott ablaknál. Most eldől killegény a gáton. Elválik, tesó, mit tudsz 400-on, és ott fogod énekelni. Többször meg kell hallgatnom azért, hogy ez így beépüljön, de igen. És gázfröccsök közben. Igen. Na, ha vannak gyöngyszemek, vagy nektek kedvenc, küldjetek morningshow@klasszfm.hu. Szeretünk mindenkit felfedezni, belehallgatni. Az internet tele van gyöngyszemekkel. Ha ilyet láttok, akkor morningshow@klasszfm.hu. Énekel, táncol, zenél, gitározik, gyorsulásról énekel, rappel, helyi hülye, mindegy, küldjetek. Szívesen megnézünk mindenkit. Jó, mondjuk most elég magasra raktuk a mércét Grandmaster Pete-tel. Hát, hogy azért ezt nem lesz könnyű berelni. Igen, valaki ide még, Balázs, a kocsik oldalán a feliratok, azok a kívánságlisták. Jancsi, hogy ne szeretnél. Megnézzük, igen. Hát, vagy a legyőzött autók, ne felejtsük el, olyan, aki idén a második világháborús vadászrepülőgépek az oldalára mindig annyi kis idegen felségjelzést tettek, ahány vadászrepülőt ők lelőttek. Leszettek. Tehát, hogy lehet, hogy ezek lenyomott ellenfelek voltak. Akiket megsemmisítettek. Igen, akiket a 400-on úgy lenyomtak, mint a bélyeget, öcsi. egyébként, igen. Jaj, nagyon. Na, nekem ez egy kedvenc korszakom volt egyébként. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.